Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Cső, 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 cső! Hello, hello, hello! Kicsit bugos a zöld háttér. Hello, hello, hello! Cső, 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 cső! Szia Laci! Szia Tibor! Nagyon jó! Hello, hello, hello! Cső! Cső, flagba, szia Gábor! Cső! Szia Erik! Szia Bretka! Cső! Cső, 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 cső! Szia Csaba Sándor! Szia Márk! Sziasztok! Hello Bálint! Jó minden! Sziasztok! Cső Tobi! Szia Swiss! Megy majd gumicserére! Át kell rakni már a nyári gumikat, már meleg van! Hello! Cső! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Jó kora estét mindenkinek! 7 óra van, még süt a nap! A nap idézete az egyetlen hely, ahol számít a papír, az a vécé. Ennyi Marcell. Az index kép még 18.30-as. Át kell majd a Nikinek mondom, Laci. Köszi, Gaben, megszületté! Gaben! Örülünk az új kisbabának. Nem tudom, Norbi, szupercsetet nem tagként is tudsz küldeni, te állat. Erdélybe 20.00 van. Így van. Sziasztok, hello, hello, cső! Cső, cső, cső. Ma találkozunk a rendőrrel, Kolccal. Ez a terv. Így a live-ba, aztán majd úszunk az árral. Hello, cső, sziasztok! Cső, 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 cső. Subgiftelők meg egy drónt nyerhetnek. 16.000 forint értékű tebus drónt. Hello. Szia Tamás! Cső! Szia Bálint Illés! Szia Peti! Mi a 9 szóval is nem tudom, hogy így elvihettem az Ódit egy körre. Ennyi Gobben, ennyi. Van jogsid? Jó estét. Szia Jani, jó estét István. Szia Milán. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Kolcz miben sántikál. Igen, igen Lacek, de működik teljesen. Megnéztem. Megnéztem, megnéztem. Így néz ki. Kis aranyos. Rég voltam a live-otban. Köszi Benjamin, hogy újra itt vagy. Minden oksa. Köszi Peti, eddig tiéd Peti. Jankó. Peti. Köszi Peti. Neked volt már foghúzásod, ha igen fájt? Igen. Nagyon durván fájt. Kihúzták. Nagyon durván. Köszi. Na Niki át is szerkesztette a képet, majd vasárnapra átrakom. Szilveszter, figyelj, csalódni nem fogsz benne, olcsó minden, csak a minőség kicsit gagyi lehet. Köszi Levente Risztóf Benkő az OP donation-t. A 4000 forintos óriás donation-t, amúgy ő grafikusra gyűjtünk, jó? A donétek, a subgiftek új dizájnt kap az egész stream, körülbelül egy másfél hét. Úgyhogy a donéteket erre fordítjuk. Teljesen más kinézetet kap, meg más alert. Jó, úgyhogy köszönöm szépen, aki támogat. Új dizájnra költjük. Hello, 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 sziasztok! Cső, 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 szia Milán! Cső, cső, szia Sanyi! Sziasztok! Óra 10-kor kezdünk! Ja, most már ez megvan egy 2 éve szerintem ez a dizájn. Nem azért, hogy baj van vele, ugyanúgy Sizi csinálja. Csak már ideje egy kicsit. Kicsit ő fejleszteni a dolgokat. Szia Krisztián, minden oké. Okay. Ma már lejárt a tagság, amit kaptam. Meg lehet próbálni újra. Hello, hello, hello. Kell a frissítés egy kicsit. Igen, köszönöm még egyszer a támogatást. Cső! Cső, cső. Peti, eddig tiéd a drón. Hello, hello. Sziasztok. Óra 10-kor megyünk fel, és Kolccal kell találkozni, alias Rikivel, aki rendőr lett. Úgyhogy ez lesz ma a terv. Nem 10-ig vagyunk, nem. 4:10, 9:30. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Ennek örülök. Peti, látod, ha nem lesz több subgift, akkor tied. Igen, West, 9-től kezdünk. 19 órától kezdünk, így van, még most is világos van, órátállítás volt. Nem amikor húzták, nem akkor fájt, utána. Utána kellett fájdalomcsillapítón élni. Amikor érzéstelenítik, akkor még nem fáj. Köszönöm Német Viktor, örülök neki. Nem tudom, Zoli, pedig tegnap szóltak. Cső, 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 cső. Nem szoktam nagyon csúnya beszélni, Benjamin. Amikor nagyon mérges vagyok, akkor talán. Köszi Szilveszter, de nem jelző. Leszoktam teljesen erről a csúnya beszédről. Köszi Szilveszter, írlak. Ki nyerte? Equails! Equails nyerte a kis aranyos.
Na, Botond, szuper, szuper, szuper. Látod, Botond, te megint nem jelentkezz a nyereményjátékra, te megveszed. Ez nálad hagyomány. Óra 10 körén, köszönöm is rá 17 hónapot. Ma is lesz valamit kirakni TikTokra, erre megyünk, ez a cél, Ferenc. Sziasztok, sziasztok. Jó estét mindenkinek. Hány napig fájt? Nem tudom, Krisztián. Mert koronát csináltak, ki kell húzni pár fogamat. Aztán, ja. Írtam egy hajt és nyertem. Ennyiek vélsz. Szia István. Óra 10-kor megyünk fel, jó? Így van, Discordon is van nyereményjáték, 10 euró értékű, egy hónapos, két boostot tartalmazó Discord Nitrót lehet nyerni. Köszönöm a felajánlást. Botond, ja. Cső. Szia, Márkó. Heti beletem, de így van, vasárnap is lesz RP. Mikor lesz game? Óra 10-kor megyünk fel. Krisztián, figyelj, meg kell csinálni, nem kell fosni a fogorvostól, meg kell csinálni, aztán... Aztán, ja. Nem tudom, Flegma. Igen, Tamás, igen. Le van tesztelve, működik. Én nem tudom hasznát venni a drónnak, nem tudom irányítani. Viszont az alja, a távirányítót nem vettem észre, alulra lehet rakni a telefont, ki lehet húzni. Sziasztok, sziasztok. Peti, köszi! Állandó subgiftelők mindig küldenek, most van nekik nyereményjáték. Peti, Janko. Köszi, Rebeka Ambrus, a 20 hónapot! Aláírod a drónt? Hát azt hogy írnám alá? Hiszel a Földön kívül élet kialakulásában? Jó kérdés, Marcel, figyelj! Akkor az univerzum, hogy nem létezik, hogy egyedül vagyunk, nem? Én ezt gondolom. Ezt gondolom. Cső, kettő tegnap volt. Szia, Dávid! Cső! Melyik ér haza előbb, a teknés vagy a nyúl? Nem tudom, Peti, attól függ, honnan indulnak. Cső, 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 Bika! igen. Óra 10-kor vagyunk, igen. Igen, jó estét. Most értél haza. Bika, nagyon sokat melózó már megint. Hello, szép estét. Szia, Norbi. Cső, Nazdani fan. Jó volt a Domcsival játszani? Jó volt. A teknős. Igen, igen, a subgift az random. Nincs célzott subgiftelés, mint Twitch-en. Szép estét, Laci. Szép estét. Holnap van a nagy nap. Tényleg holnap házasodtak össze, Krisztina. Sok boldogságot nektek. De jó lesz! Mulatozás! Elköteleződés. Tök jó. Szia, Dominik. Az jó, Marcel. Szia, József. Szia, Szelim. Jó pihenés neked. Jól telt a lapom, Andris. Köszönöm szépen. Voltunk edzeni, meg a háznál. Ja, meg a lámpát. Hónap házfelújításos videó. Ki voltam ma borúva teljesen idegileg. Lámpát vettünk, spotlámpákat. Majd hónap videó. Illetve, ugye a subgiftelőknek van nyereményjáték, köszönöm, de most a mai támogatás, meg mostanában új dizájnra fog menni. Köszönöm szépen, aki hozzájárul. Sízi csinál nekem. Ez 2 éve van, szerintem egy teljesen új dizájnt. Köszi Tamás, dizájnt fog kapni a stream, új alertek, minden új lesz. Körülbelül 1-1.5 hét mire megcsinálja a Sízi, úgyhogy új lesz. Lassan lejár a tagság, nem baj Zoli, köszönöm. Na ennyi, Krisztián, nyertél. Bevonzátok, működik a vonzás törvénye. Holnap lesz videó, szombaton nem. Jövő héten lesz, elég komoly autós tartalmat forgattuk majd a hétvégén, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog nektek. Ja. Egy nagyon profi operatőrrel fogunk együtt dolgozni, és akkor... Ja. Hello. Köszönöm. Sziasztok, szép estét. Kolccal találkozunk, alias Rikivel. Szia, Kawasaki! Jó, minden. Kolc rendőr lett, úgyhogy ma kell találkoznunk vele. Ez a terv. Driftes videó, igen. Flagma meg is nyerted, látod? Bianca, így van, jump nélkül, ugye a nagy RP-re való tekintettel, jump nélkül átmehetett a szövetségesekhez. Mit akarsz, Krisztián, kérdezni? Szia, Szilveszter, köszönöm! Csődé! Cső.
Na, hát akkor lassan mehetünk fel, pöccintünk egy tutit. Tuti, 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 és akkor mehetünk. Sokat beszek, ki vagyok száradva. Igen, csőbe kéne húzni kolcot, de hogy? Csincsák Ferenc az operatőr neve. Meg tudjátok nézni, milyen munkákat végez Instagramon. Egészség, köszi, köszi! Sorsolás a Subgift-tel lehet jelentkezni, Subgift-eliknek van játék. Úgyhogy, ja. Izgalmas RP-t, köszi Ákos, nektek jó szórakozást. Meglátjuk, mit tudunk belőle kihozni. De szerintem Colts nem tudom, hogy jót akar nekünk, vagy nem. Ez fog kiderülni, ugye őt hívják Rikinek. Azt mondta, hogy rendőr lett, és milyen nélkül, és tőlemsen, amikor megtudom, hogy furcsa, hogy ilyen tag elment. De furcsa, kavasz, aki, de hát az élet nem áll meg. Na, lenyeltem egy ilyen bogarat, itt szállnak a szobába, folyamatosan. Bakker. Rendőr lett. Elég jó RP-ket tolnak, azt látom itt a fraki dicséretek szobába, meg mindenben, hogy elég jókat nyomatnak. Na, szóval, Zsaruba nem bízunk, attól függetlenül, hogy ki a bogaras lettem. Mikolc egy lány? Hogy lenne már lány? Honnan hallottad? Jó, nem bízunk, de viszont főhívjuk, jó? Fő fogjuk hívni. Megyünk fel! Kolc nem lány. Egy aranyos kutyuska. De most már ugye nincs kutyamaszkja. Köszönöm, Szilveszter. Online tanfolyamok. Így van, Danitis kuponkoddal 10% kedvezmény. Van programozás, minden. Igen, Sanyi, persze, felírlak játék közben is. Köszönöm. Kösz, 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 kösz. Jössz, jövő, te játsz a Bika? Szuper. Láttam, Ferenc. Anno még velem egyeztetett Sízi, hány hónapig legyenek sapkák, azóta kérdezett, hogy a 20 év volt, kicsit sovány lett. Igen, Laci, igen, 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 igen. Ja, ja. Jó lesz az új dizájn, nagyon várom már. Sízi elkezdett dolgozni rajta, küldtenek egy jó képet. Úgyhogy most a bejövő támogatásokat arra fordítjuk. Ez a bogár, ezt nem hiszem el. Cső, cső, Gábor, cső, cső, cső. Gábor, hónap lesz videó. Imába foglaltuk a neved. Nagy király vagy. Hello, hello, hello. Motoros videó nem tudom mikor lesz. Sziasztok. Na, menjünk. Bejelentkezünk. Miért vagyok itt? Na mindegy. Telefonáljunk, nem? Fölhúzzuk a golyóállót, majd ott. De ez a maszk jó, nem? Ezt választottuk, ezt a maszkot. Na, hívjuk fel. És akkor hozzunk össze vele egy találkozót. Hogy hívják? Rachel Ricky! Ja, itt fönt van. Hú, nagyon jó. Le, igen, van kaszinó is, azt is meg kéne nézni. Nem baj, Sanyi. Jó napot kívánok! Jó napot! Maga az Rachel! Mondja, mit szeretne! Hát a találkozót összehozni. Fúha, hát az, hogy most elfoglalt vagyok. Micsoda? Elfoglalt vagyok jelenleg. Rendben, hívjon majd, hogyha nem lesz elfoglalt. És egyébként meg szerettem volna kérdezni, hogy... Miért különcködsz? Telefonálok. Magának mi a... foglalkozásra egyébként, melyik bemutatkoztam. Ja, igen, 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 igen. Hát szabadúszó vagyok, tudja. Persze, szabadúszó. Persze. Elvállalok én alkalmi munkákat, minden. Napról napra élek. Van egy kis albérletem, és akkor abba züllök. Értem. Éjszakánként leszoktam zülleni. Értem. Rendben. Rendben, uram. Sziasztok. És pillanatot kérek. Rendben. Találkozzunk vele, és verjük át, nem? Valahogy. Mit csinál? Visszahívom magát, uram, jó? Rendben, köszönöm. Hamarosan, jó? Ember, okay, én köszönöm. Visszahall. Visszahallás. Nagyon sok dolga van, mint rendőr. Hello! Szia! Hello. Zsá, na Mizu, telefonáltam, nem láttad? Hát nem is beltünk fel, hogy ki ez, hát a fitkátosan filoztunk, hogy ez ki lehet, azt hittem. Ja!
társunk, azt mondom, még különszködik. Ja, de hát ez az új maszkom, ezt még nem is láttátok lehet. Hát nem, nem. Kemény, kemény. Megyünk pont haza? Igen, igen. Van programunk? Hát... nem tudom, hogy kiderül. Jó, hát már megint ott fogunk állni otthon, vagy mi? Nem készültetek nem. Megint? Kedves főnök. Szia, Ferencső. Az van, hogy emlékezzél vissza. Igen. Hogy amikor régen elmentünk talán palettói bankot rabolni. Igen. És ott volt egy úriember, és szerelmet valakit. Én ezt láttam. Ott voltam. Azt hiszem, igen. Mi erre emlékszünk, Chad? Van ski autója. Szövetségesé? Szerintem igen, mert... Ja. Na mindegy. És az engem fel fukkat egy zaklat. Ki kell nyerni. Meg kell, hogy megjöttek. Hagyjon egy döbbőt. Nem, nekem sincs meg így. Jó, nekem majd lesz a mai nap folyamán egy találkozóm, csak ne... Jézuska! Csak nem tudom, hogy mikor fog hívni az... Normális vagy, Széna, nem tudsz vezetni! Beli! Normális vagy, Belike? Istenem! Te hogy vagyunk, jó! Én nem is, Beli! De mi csinálsz? Széna nem tud vezetni. A belénk jöttek abba. Persze, te mész a másik sávba. Jó, hogy átugratsz az autóba. Dehogy is. Ajjajjajjajjaj. Jaj! Már megint, már rögtön, mert el se kezdünk játszani, de már balesetet szenvedünk. Napod eddig. Jól telt, köszönöm szépen. Tetszik ez az új szín, meg ez az új minden. Ez az újdonság, nagyon tetszik. Meg az autó is? Ja, az is tetszik. Csak van kaszinó, nézzünk el! Ő bepépészték a kaszinót. Ugye eddig arabé volt, így IC szempontból, de most bepépészték. Mindjárt jövök, főtankolok. Cső. Cső, 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 cső. Hello, sziasztok, jó estét mindenkinek. Azt nem, Lívia, az milyen játék? Nem vágom. Szia, Bence. Jó, kell kaja. Főhozzuk a golyóállót is. De kelleni fog 10 kenyér. Meg még 5. Ilyen. Igen, 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 elmegyünk kaszidózni. Csak veszteség, ez így van. Igaz a szó. Igazat mond. Az így van. Nem jó befektetés. Jó, mindenünk van. Húzunk egy ilyet. Ó, fő tudtuk úgy húzni, és nem dobta le a golyóállót. Ez jó. Ez akkor jobb ruha. Akkor ott a ruhával volt a baj. DB át adminba. Na, hát azért elnézhetünk a kaszinóba, hogy mi újság van ott szerintem. Nem tudom, hogy milyen fejlesztések lettek. Most valami event van? Admin, admint kell hív. Az admin, a város egyik sarkában vagyok. Szia Fruzsi, sziasztok. Jó estét. Mondjuk még világos van kint, most kezd sötétedni. Ezért kezdünk később. Nem tudom, hogy Kolc hol és mikor akar velem találkozni, mert ugye ő nem ismer engem, hogy én egy bűnöző vagyok. A rendőrségtől most célkeresztből, most kikerültünk, ja nem kell jönni. Kikerültünk teljesen a célkeresztből, úgyhogy ez pozitív. Csak a csapat megint, nem tudom, nem csánk se, ide jövő, azt én nekem kell kitalálni, mit csináljuk. Akkor raboljunk. Hello, de jó néztek ki! Jó napot kívánok! Hello! Csá! Sziasztok! Na mi újság? Semmi. Hogy vagytok? Jól vagyunk. Jól vagyunk? A problémái vannak. Már megint? El kell intézzük. Na ki az, aki azt a csávot kell megkeresni? Ja igen, hát ilyen narancssárga autóba járt el. Nem narancssárga, bocsánat, citromsárga. Egyedül van? Vagy több emberem hozott? Igen, igen, egyedül van. Jó. Jó, akkor ez lesz most a különleg. Gondolom más tervünk nincs, akkor csináljuk ezt. Legyen szíves, tudok kiabálni.
Ja, persze, kiabálunk. Szóval Széna, tájékoztasd az embereket, hogy kit kell keresni és mit fogunk most csinálni. Egy szervezlem egy találkozó. Ja. Tudsz, de az is jó, ha elkapjuk, nem kell, nem feltétlen kell találkozó, elkapjuk a cső. Vigyel, rányírok, hogy merre van. Jó, kérdezd meg, jó. Fönnött, te voltál már a kaszinóba? Nem, nem, nyitott egy kaszinó? Igen, mert lehet pörgetni kerek, lehet valamit. Mennyi pénz a pörgetés? 24 ingyenes. Ingyenes. Egy nap ingyenes. Na, akkor azt útba ejtjük majd minden is. Minden egyes nap tudsz. Minden egyes nap tudsz. Chat, ahol lehet pörgetni ingyenes a kaszinóba. Jó, na, Szén, elérted az embert? Jól hívjam föl. Arról mostában volt probléma, vagy nem? Valakivel, mi van a városba? Probléma nem nagyon volt azóta. Olaszokkal mi újság? Leszálltak a Biancáról, vagy nem? Azt meg kell kérdezni a barátokat. Jó, oké. Jó, Szén elintézi ezt, én elugrok a kaszinóba, és akkor levadásszuk ezt az embert. Nehogy szórakozzon itt a Szénával. Halló, halló. Hívva Fekka. Jöttek a kaszinóba? Ha ingyenes, akkor nem szabad kijönni, mi van már ingyen? Micsoda? Mi is menjünk a kaszinóba. Hát, ha nem pörgettetek, meg jöhettek, várjatok, ki ott a Fekka. Szóltam a barátoknak, jönnek a kaszinóhoz. Jó, akkor kaszinónál találkozunk. Nem. Menjünk át. Hello! Ki vagy, mit akar? Cső, Fekka, hívtál, Mizu. Cső, Stoki. Ja! Csá! Ja, pont azért hittek, hogy kellünk ma, vagy mi van, vagy... Figyelj, nem tudom, elég... nem tudom, elég passzív a csapat megint. Most menjünk a kaszinóhoz pörgetni, aztán majd kitaláljuk, hogy mi legyen. Ja, most szólt Farkas rádió, hogy menjünk. Ja, ja, ja. Jó, akkor kaszinónál találkozunk. Oké. Cső, cső. Hát akkor rabolni kell, Cset. Hallod? Figyeljetek, melyik rádión vagyunk a közösen? Köszi Stoki felé. De a fegyver. Pedig öten vagytok a fegyverbe. 13. Máténak nincs fegyvere. Nem baj. A sorsulásban. Mondtam a Farkasnak, hogy találkoztam egy emberrel itt a favágó publikán. Igen. Az ember az, akivel múltkor tárgyaltunk, vagy volt nem valami? Tudom, a Szénának van valami problémája vele. Hát most, ahogy jöttem ide a házhoz, akkor megállított egy ilyen kapucnis felsőben lévő emberke, és igen, akkor ő kérdezte, hogy hogyan lehet fát vágni, hogyan lehet leadni, hogy lesz belőle a pénz. És nekem ismerős volt, csak nem vagyok benne biztos, hogy most őt keressük, vagy nem. Jó, lehet, figyelj, megnézhetjük Johnny, és akkor, ja, azt akkor majd Széna azonosítsa. Jó, jó. Fegyert lehet gyerni. Jó, menjünk. Fegyvert vigyünk, vagy nem kell? Hát nem feltétlen szükséges szerintem, majd békés, jó, békés dolgok történnek. Hello, te itt vagy? Én itt vagyok, hol lennék? Igen, ja, vagyok. Megyünk. Jó, csak látom a shopot. Jaj, ti mentek együtt, jó, király. Hát nem tudom, hogy most... Na, a kamaróval menjünk, Chat. De hogy kifutunk mindig? Nem, óra sorsás az már megvolt videóba. Ma Tebusbron sorsolunk. Na, menjünk akkor a kamaróval, jó? Melyik az, Chat? Garázs? Ó, baszki. Te ki vagy? Te normális Pika. Vagy! Pika! Neked még nincs meg az ruha! Te normális vagy! Öcsi, vidd el átöltözni Bikát, jó? Ketten vagyunk, az a baj. Ja? Ja. Egy nincs másik autót? Ah, itt van Bika kocsi, ha szálljatok be Bikához, azt vigyétek átöltözni. Hát csak az mindjárt lefüst. Főni, akkor adjál már nekem az jó, adok egy új autót, jó? Bika! Ez a Bika, ez egy állat! Öcsi, menjetek a tundrába, Bikát öltöztessétek már át, légy szíves. Megyünk, követ minket, már mi ezzel leszünk, ezzel. Jó. Bika, ott a tundra, menj utánuk, öcsi, még után megcsinálják a ruhádat. De mivel menjek? Ott a tundra, ott most kértem ki neked! Jó van, ne ordi. Bika, normális vagy, fodrásznál is voltál? Már így láttál múltkor is, de ja, nem baj. Jó, te egy szép szál gyerek vagy, izé? Igen? Van nálad valami életmentőszer amúgy? Nincs sajnos. Mert rám hívták az autót a publikba, aztán így rám esett a kocsi. Ez a Bika. El tudja, befér ide hozzátok? Elviszitek, légy szíves átöltözni? Meg adjatok neki kötszert is, jó? Mert szerencsétlen, teljesen ki van borulva.
Nincs kötse. Hát... Jó, figyelj, intézzétek Mábikát, Mika, szállj be, ott van egy hely, öltöztessétek át, és kaszinónál találkozunk. Ti mehettek, öcsi. Jó, értetted, Széna? Széna? Persze, persze. Sziasztok. Jó, akkor ez nem is kell. Széna? Ez a Bika, ez amúgy óriási fazon, nem? Most itt mi történik? Menjetek arrébb! Nem tudom ott tenni. Az Benik lehet? Benik lehet? Tundrát felsük át. Nem tudom, a kamarót beszéltük meg, legyen egy másik autó, vagy a tundrát, akkor most vigyük el átfesteni. Mert akkor átfesthetjük a tundrát kékre. Csak nem tudom, hogy... hogy melyik legyen a másik autónk. Mert ez a tundra, ez hegyen, tűzön, vízen jó. A hegyre kell, igen. Mert a Camaro az nem jó a hegyre. A Camaro az már át van festve. Jó, menjünk a kaszinóhoz, aztán meglátjuk. Lehet, hogy dobunk erre egy festést. Akkor legyen ez a két autó. Lassú, lassú, de a hegyre viszont jó. A Camaro meg rossz a féktávja. Vagy nagyon, nagyon rossz a fékezése. Mondjuk az Audit is meg lehet csináltatni, ja. Az se lenne rossz amúgy. Mert ez lassú, ebbe igazatok van. Ez lassú. De legalább jó vezetek vele. Lassú, de a hegyen meg lehet. Cső, Feri! Igen, Mizu! Itt vannak a rendőrök, most kezdtek el nem kergetni, itt vannak lent a sarkon. Jó, jó, hogy szóltál, én lassan megyek. Ja, fekete fokozat van, nem? Hát azért mondom, jó. Én is lassan, mi is lassan mentünk, mert nagyon kanyar. Jó, akkor... Egyből utánunk jött, meg egy ilyen szürke terepjáró Mercedes is itt van. Jó, oké, ne aggódjatok, megoldjuk. Kaszinónál Tali. Köszi! Cset, fekete fokozat van. Mindjárt meglátjuk. Nem szabad meg... Mert elveszik a fegyvert amúgy. Elveszik pikpak a fegyvert. Ja, a Brabus az nem hülyeség. Nincsenek is itt a zsaru. Egyáltalán nincsenek itt a zsaru. Jó útvonalat kell választani, ennyi. Hoppá, ott van egy helikopter mondjuk. Na, pörgetünk, jó? Helikopter mit keresi? Pörgetünk a kaszinóba. Van engedélyünk? Milyen engedélyünk? Dehogy van, a tüdesznek van engedélye, hogy fogykos. A tüdesznek van. Ja, oda beálltak. Mindjárt bemegyünk pörgetni. Ú, de jó néz ki. Át kell festeni kékre ezt a tundrát. Fegyvere nincs engedélyünk. Nincs semmink. Hello! Szavasz! Csá! Sziasztok! Csá! Mi újság? Halló! Farka! Tudod, ez a kocsi, aki ott volt, mondta, hogy fegyverre bizniszeltem volna. Mondta, hogy többen vannak, hogy több embernek él. Most mondta, hogy visszavonom az ajánlatomat. Először egy tárgyalás, hogy kik ők, aztán megbízom benne, akkor lehet szó fegyver biznisz. Micsoda? Körébb raktam meg. Mindjárt megnézzék Kamillára, rá van állva egy csávat, csákinek. Azt is el kéne kapni, piszkálja a Kamillát. Majd szájba vágom. Picsoda. Nem tudom. Ez nem az a rendőr, a sárga autós. Új rendőrség. Nem az a Chrome Victoria? Valami sárga autósról beszélt a Kamilla. Láttam majd sárga autót a ezért publikban, és ilyen bozontos haja volt a csávónak. A kapusztéban volt. Bozont. Nem az olaszok, vagy nem az egyik olasz mászkált vele? Nem tudom. Most hova tűnt? Ja, mindjárt bevek pörgetni. Jó, van pörgés. Csát, nézzük meg akkor, pörgessünk. A számgiftelők majd nyerhetnek. Tud ez a régi, így van. Nézzük akkor a kaszinót, hogy mi is van. Itt van ATM természetesen.
rögtön ide tesznek. Vegyünk le egy kis pénzt, nézzük meg akkor, ha már itt vagyunk. 0411, ugye? Érvényes PIN kód. De ingyen lehet pörgetni, fölni. Jó van, de játszani akarok mást is. Megduplázzuk a 100 000-et, jó? Ez a cél. Szia Bálint. Ó, nézzétek az úriembert. Kinyitják nekünk. Ez igen. Ez igen. Vagy bukó. Dehogy bukó, Laci. Ne legyél ilyen pessimista. Nyerni fogunk. Mágus meg Bianca, szerintem együtt vannak, igen. Jó napot! Szép jó napot! Ki a tulajdonos? Csak szerencsét. Én vagyok. Szép jó estét, szép jó napot. Most jelezték nekem, hogy nyitott ez a kaszinó. Itt az, a pörgetés ingyenes, az igaz, hogy egy kaszinóba ingyen lehet pörgetni? Persze, nálunk ingyen lehet. Minden nap egy pörgetés ingyenes. Most értünk mi is 20 000-et. És mi a fő nyeremény? Autót is lehet nyerni? Igen. Természetesen, autót is. Ez nagyon szuper. És játszani hogy lehet? Mármint a szerencsekerék? Nem, amúgy. A gépek, azt lotozni. Az 50. Megmutatom, uram. Jöjjön vele. Jó, köszönöm, csak ezt fel kell vennem. 50 000 coin. Jó, rendben. Igen, tessék, én vagyok. Nagyon helyes, figyelme, hogyha pörgetetek, haza kell menni, mert van egy kis dolog. Jó, rendben. Akkor ezt rádiózd be a többieknek, jó? Jó, jó. Jó, okay. Köszi, pörgetünk, azt megyünk. Cső. Oké, okay, hello. Na, hát az autót lehet pörgetni. Itt kell váltani, srácok? Aha, itt kell. Jó, jó napot, hölgyem. De én nem tudok váltani. Szemedre, szemedre, szemedre. Ja. Azt a rohadt 50 000-et pörgettem. Welcome. Én csak 5 000-et. Zsetonok beszerzésre, mennyit tudok beszerezni? Ötvenezer egyenlő 100 000 coinnal. Értem. Jó, zseton kell. Zseton kell, szuper. Nem liláki akar, nem hiszem. Jó, váltottam zsetont, uram, aztán azt kell bedobni a kaszino, a slotokba? Így van, kövessen uram, és meg is mutatom. Jó, köszönöm, mert úgyis pörgetnek itt a többiek addig. Sziasztok, chat, sziasztok. Üdvözlöm a kaszinóban. Amint látja, nagyon sok játék automatákban. Wow, we have a big winner. Kettőféle élőasztal helyiség van. Az egyik a VIP, a másik pedig egy teljesen standard. Nem mondták, hogy baj van, mindenhol csak egy dolog található van. 2 darab roulette asztal. Értem. Található 1 darab póker asztal és egy blackjack asztal. Nem tudom, ki ez a srác, de jó nyomja, igazából nem? Ő PP-zt a kaszinó. Hát, uram, javaslom önnek például ezt a Twilight Knife-ot. Jó, jó, rendben. Hogy tudok leülni? Gondoljon a... Már ültem is! Azaz. Jó. Azaz, uram. Oké, fogadás. Hogy kell? F beti a max fogadás? Aha! Így van, nyugodtan maxon tolja. Hogyha ha 500 zseton. Akkor mivel első vendégem, hozok magának promóció zsetonokat is. Jó, és mennyi a főnyeremény? Jackpottal jelenleg még nem rendelkezünk, mert nem lesz, mert még sajnos a rendszer még nem fut. És a blackjack van? Természetesen mutatom is önnek. Jó! Hogyha esetleg az automata nem hozza meg a várt sikert. Jó, oké, rendben van. Na parancsoljon, uram. Jöjjünk erre, kérem. Esetleg... Nyugodtan tolja, bassz! Az azt hiszem a kaszinókban ingyenes, ugye? Jár hozzá. Igen. Ugye? Bulgáriában voltam kaszinóban csak, uram, és meglepődtem, hogy ingyen volt az alkohol. Nagyon jó. Mert múltkor blackjack-eztem, de az valami más blackjack volt. Milyen blackjack? Emlékeztek? Nem érzem, nem tudom milyen mi volt. Azt átvertek szerintem. Jó. Akkor hogy tudom felrakni? Ugyanúgy, mint a gépen. A 5 000-et lehet feltenni egyszerre. Értem. A VIP ez több. Tehát a VIP az úgy lett kialakítva, hogy a tét... Megállunk 18-nál. Nem, chat? Úgyis 20-at. Duplázunk. Ráduplázok!
8-18-ra, uram? Ja, de ne! Ja, de én a pénzt akartam! Ez most mennyi? Hát ez egy bukó. Hogy nézem. Ez bukó. Ez nagy bukó. Igen. Jézus, köcsön! Uram, várjon egy pillanatot. És mindjárt jövök. Hozok még magának egy kis promóciós zsetont, mert látom, nagyon érdekli az élő játék. Ez probléma. Osszá! Egy... Uram, legyen kedves osszon. A fiatal embernek. Jó, jó, egy ászt, egy ászt. Légy szíves, egy ászt. Kérünk szépen. Ó, ez 15. 15. Chat, ez baj. Hatja van. Megállunk 15-nél. Chat. Ura, kártya vagy nem kártya? Az mennyi? 15. Oké, okay, besokalt. Ez az! Ennyi. Gratulálok. Nagyon jó. Ne, akkor csak 5000 a max, uram. Nem lehet rátenni többet? Egy pillanat is megoldjuk, jó? Mindjárt érkezem. Jó, köszönöm. Jó ez a kaszinós csávó, nem? Az ilyen komoly arcok kellenek, nem? Jó nyomja. Nem tudom, volt, néztem ilyen filmet, hogy a lapszámlálás az létezik ilyen Blackjack-nél. 16. Megállok. Megállok megint. Jó, megyünk, pörgetünk, megyünk haza, és akkor majd visszajövünk. 12. 20. Persze. Széna meg vár rám. Jó van, de nem tudunk, nem tudjuk itt hagyni az asztalt. A számgiftelők nyerhettek egy droncset? Na, még egyet, jó? Tudjátok, ez így kezdődik. Itt leszünk, ki leszik? Hát, tényleg? Na, nem. Széna várhat! Nem, mindjárt megyünk, eskü. Megint 15. Hát én ezt nem hiszem, erre rákérünk egy lapot. Erre rákérünk. Rákérünk. Duplázunk. Rákérünk egy lapot. Gyerünk, 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 gyerünk. Csend! Tiszta ideg vagyok, nem lehet itt nyerni! Dehogy nem, ott kopajottam, aztán megdripláztam. Jó, én megyek. Meg is érkeztem. Jó, uram, főcseszett, elvették az összes pénzemet. Az nem probléma, jöjjön egy kicsit be hozzám. Nem kell, majd az autót kipörgetem. Autót? Igen. Majd jövök vissza, csak dolgom van, uram, de még a pörgetés megvárom, és jó. Akkor jövök majd, amúgy is szeretnék egy kicsit magával beszélni, jó? Rendben, uram, egy valamit engedjen meg. Igen? Egy kis ajándékot. Jó, köszönöm szépen. Chat, bele kéne vinni itt a kaszinó egy kicsit a fekete piacra, nem? Egy kis ajándék, egy kis promóciós adom, hogyha... Esetleg egy telefonszámot cserélhetnénk? Persze, az megadom. Ura. Amúgy is keresni akarom majd magát, jó? Rendben, legyen szépen. Ez a csáv, ez jó, nem? Pillanat, csak hívnak közbe. Rendben, igen, rendben, tessék, rendben, én vagyok. Probléma. Megyünk, megyünk, csak függő vagyok. Várjál, az nem baj, akkor ide a kaszinó parkoló, nagy parkolóba gyertek. Jó, akkor még játszok egyet. Oké, okay, mindjárt megyek. Okay. Nem hozhatom, hogy játszál. Na, oké, oké, okay, cső. Cső. Hú, cső. Jó, mondom a számot, uram. 55. Pillanat? Ja, itt a slot stream chat, nem Twitch-en. There it goes. The lucky wheel is spinning and another fabulous prize could be won. 55. 36. 36. 74. 74. 76. 76. 3. Három, rendben. Hogy menthetem el az urat? Kobra, nyugodtan így, kobra. Kobra, rendben. Rendben, uram. Ha jó, gondolja, írjon egy SMS-t, jó, és akkor hogy menthetem el magát? Mentsen el nyugodtan Giuseppe kaszinóként. Giuseppe kaszinó, rendben van Giuseppe. Rendben van, uram. Köszönöm akkor szépen, pörgetek, és akkor jártam. Jövök majd. Még. Rendben, azt a pörgetést még megnézem. Jó, rendben. Pörgetem 30-et. Tényleg az jó, én autót fogok. Csak emlékeztek, live-ba autót pörgettünk, még online-ba. Nem, azt, nem tudom, azt ki még volt nem. Itt akkor. Több lesz egyébként, szeretnék majd tartani a jövő hét folyamán egy hatalmas nagy nyitópartit. És lesznek emberei, vagy van itt dolgozó? Vannak, igen, vannak, vannak. Szóval vannak itt dolgozó. Négyen, öten. Nagyon szuper. Elég jók a szolgáltatások eddig, nagyon jó. De ez nem a beltetés, uram, ugye ez marad így? Abszolút marad így mindenféleképpen, és még plusz szeretnék majd igényt tartani, mert a kaszinóhoz tartozik egy felső bár. Igen. Amihez vannak jacuzzik, egy hatalmas nagy bedence, nagyon szép kilátása. Ó, egész és jó. És mindenféleképpen azt is szeretném beindítani. Nagyon tehát, jó. Hogy akár rendezvényekre, bérbeadni, kiadni, tehát na mindenre.
Gyerünk! A random mit adhat? A random az én vagyok. Igen? Mármint önt megkapjuk. Hát... testileg nem. A random az azt jelenti, hogy választhat itt a kerekek közül, a keréken szereplő dolgok közül. Ja! 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 Kivéve a nyeremény autót. Az... Ja! Ah, ja! Pedig már jön. Örültem, hogy akkor az autót igen, lehet sorsol. Vagy ja. Igen. Na, cset! Most mesélök, ha ezért semmit pörget. Egy jó erős pörgetést. Jó. Uram. Egy jó 40 000 coin, valami. Gyerünk! Autó! Az a nothing, az egy 30 000 lesz, uram, én úgy látom. Nem, 5. Talán átmegy. Vagy 5 000? Hát, jó az 5 000, jó lesz. Jobb, mint a semmi, uram. Jobb, mint egy semmi. Ja, megyünk, csak jó, megyünk, oké. Okay. Bocsánat, uram, mennünk kell. Rendben, köszönöm szépen. Jó. Széna, tiszta ideg már. Széna, te ezt nem érted. Amúgy evolúciós történelme van ennek. A férfiak jobban szeretek kockáztatni, mint a nők amúgy. Értem, csak kint van egy csávó. Igen, az zaklat téged. Van egy másik, nem, az most fog jönni, de van egy másik csávó, aki igazából velük van, de nem sokáig. Jó. Na ez érdekes lesz, jó. Csát, ha unatkozunk, jövünk a snowzni. Jó, hát, menjünk. Ja, úgyhogy le kell itten. Nem látok semmit. Köhöm, ja. Csá! Mi van, Feri? Semmi. Izé, van ott már téged egy embered, vagy mit a tovább? Az én emberem? Igen, de nem sokáig. De miért? Valami baj van vele? Igen. Maszk. Csá, CK lesz valaki, CK-zunk. Ajjaj. Fejbe kell jönni. Jó, rendben, ki? Megteszem, de majd elmondja ő, hogy miért vagy te. Hát, mondja el. Jó, erre nagyon kíváncsi vagyok. De hallod, nem itt a kaszinó parkolóba kéne kinyírni, azt vágod. Farkas mondta hozzá, amit én itt hoztam. Jó, elmegyünk egy másik helyre, mert itt azért gyilkolni nem nagyon kéne a kaszinó parkolóba. Miért? Rá lehet kenni a kaszinó tulajdonosra. Ja. Hát jó, mondjuk akkor. Á, meglátjuk. Na, Mizu! Megjöttem a felőn. Jó, mondta itt Széna, de hallod, nem itt a parkolóba kellene elintézni. Ne, más, itt állunk szép. Jön az ember is? Ez ki? Hát szóltam neki. Na, ő az. De ki az? Egyik tagjuk. Hogy hívják? Ez a hogy meleg... hívnak ott hátul? Ez a meleg víz, nem? Adam, Krisztus. Ja, ez a meleg víz, cset. Ó, bakker. Jó, egy kicsit menjünk akkor hátrébb. Hát itt tudok egy jó helyet. Jó. Ja, ő a meleg víz. Ha nem volt hosszú pályafutása akkor, de kíváncsi vagyok, hogy miért. Ez most nagyon érdekel, viszont ez a kaszinó, ez komoly. Egy autóval kellett volna. Na, menjünk, gyorsan vagy. Ja. Én kedveltem. Na, vázoljad a szituációt. Nyom ki. Keresik valaki. Nyom ki a telefon. Kit keresnek? Kinek csörök? Neked? Nem tudom. Vedd fő, ha csörök. Nem, nem te vagy. Nem tudom, mert nincs telefon. Én nem csörgök. Én se. Szia, Xuni, ez a mindjárt ma elvonunk. Most nem tudom, hölvenni meg egy telefonom. Jó, nem baj. Akkor... nem, a Széna csörgött akkor. Jó, mondjad Kristóf, mondjad, mi újság van? Inaktivitás miatt ki szeretnék lépni, ja. Meg... szegény. Meg az a probléma, ja. Merült fel nálam, ja. Hogy úgy mondva kék szín az emlékeztet a... nem bántanak a múlt, barátságosan. Az előző mindjárt kivegyek el itt. Értem. De tudod, és hogy itt... ezért is ki akartam lépni. De hát ide nem lehet kilépni, itt meghalni lehet. Akkor meghalni szeretnék. Ah, én bírtam pedig. Mit vagyunk a kerítés hátam mögött. Inaktivitás se. Kaszinom felő, az alagot mellett. Hát meghalni bármikor lehet, csak a kérdés, hogy mikor. Nem fog ide jönni, nincs. Nem kell lap, Sunia. Jó, figyelj, hát de amikor ide jöttél, ez nem volt olyan rég, nem tudtad, hogy itt azért kicsit aktívabbnak kell lenni, vagy nem tudsz akkor, vagy akkor ezt még nem tudtad? Akkor ezt még nem tudtam, hogy mennyire leszek aktív.
Uh-huh. Hát ő munkával kapcsolatos miatt nem tudom. Ja, dolgozik persze. Jó, rendben van, ezt elfogadjuk, viszont nem voltál hosszú életű, viszont én kedveltelek. Remélem, hogy akkor minden rendben lesz veled, és akkor majd egy másik életben találkozunk. Ja. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Van a földöknek úgy a személyzet. Micsoda? Van hangtompító, úgy a személyzet. Van hangtompító, persze. Jó, utolsó kívánság! Bár. Ha lehet, az van az utolsó kívánságom, akkor a teljes legyen minden elfelejtés. Teljesen új. Itt hazott széna, még egy ember. Úgy mondva, új játékosként akarok jönni a városba. Új játékos, mi a baj? Hát de... Micsoda? Micsoda? Be vagy kicsit narkózva, benne játékos játék, akkor nem a szabad idő abba. Izgalomtól rosszul vagy. Új életet szeretek kezdeni, mindent elfelejtve. Hát jó, ha majd a lelked, így van, elvándorol a lelked, akkor majd persze. Lucifer nem visz le. Így van, így van. Ki tudja. Jó életet éltél? Jó ember voltál? Akkor nem a szabad ideje a baj, nem? Mik a legjobb tulajdonságaid? Mik voltak? Pénzgyűjtögetés vagy. Nagyon jó, ja, az egy fontos. Takari, ez fontos, fontos. Jó, oké. Figyelj, ide hozzak egy ember, gyere velem Kristóf, jó? Te meg Wolf intézd létsz a papírokat. Az oké. Ja, szegény. Mik voltak az, hogy a Wolf? Szegény, én sajnálom amúgy, de tényleg ez munka mellett nehéz amúgy játszani. Főleg, ha családja is van az embernek, nem? Most így a felnőttekhez szólok, meg minden. 84-en vagyunk fönt a szerveren, az komoly. Figyelj, Kristóf. Igen? Azt kívánom neked, hogy vigyázz magadra, legyél jó, mint halálig. És bízom benne, hogy rendbe jön minden odafent, jó? Vigyázz magadra. Te is vigyázz magadra. És a családra is rendben. Vigyázzál. Szegény, de sajnálom. Köszönjük neki. Ezt a mondjuk én így kétszer találkoztam vele. Nyugodj békében. Nem szeret. Fosszam ki, de hogy is, szegény. Na, menjünk, mert kövel még. A napi kill megvan, chat, végre. Hello! Gyere fölni, jövök. Itt az aklatom. Itt az aklatód? Ez a sárga autóval? Jó napot! Aha, szép napot. Jó napot, hogy hívják magát? Bemutatkozzék, Li Hong vagyok egyesen Kínából. Li Hong Kínából. Maga küldte nekem a drónomat, amit rendeltem a Temuro? Hát, biztosítom, az csak a munkásaim, figyel, akiket fizetek. Ja, hogy maga ilyen nagy, gazdag vállalkozó. Azt, értem. Akkor mesélj már nekem, hogy miért akarsz te bogzoni egyfolytában? Miért zaklatod a mosómat itt? Elmondanád nekem? Hát most figyelj, ránéz. Ránézel, igen. És elolvadok. Na mindjárt elolvadok. De milyen aranyos? Na mondjál neki valami szerelmes idézetet. De nem kell nekem mondani semmilyen. Nem, mert elég rég volt az aklat, és nem értem, hogy én nem akarok tőle semmit. Most én tudod, mit akarok? Majd mindjárt elválik, most már. Na, jó, várjál, de most már elegem van azért. De várjál, hogy zakla? Hogy talál meg mindig? Hát egyfolytában hívogatom jóta, mert régen volt egy bankrabbe. Itt a tavat! Ott valamiért, már nem tudom miért, telefonszámot kötve cserélem is. Azóta, jaj! Hát, mert... Jaj, azóta... Képzeljék el, verset, amikor bankokra voltam. Már bocsánat. Lelőj, amiket éppen. Verset mondtam neki. És aj, biztosan annyira szerelmes lettél belém, hogy elkérted a számomat. Ez a zsaruk jönnek? De nem én kértem el, ezt nem hiszem el most már, mert... Na, figyelj, Li, hogy tudod, le tudsz állni itt a hölgyről, vagy hogy van, hogy van? Természetesen már mondtam itt a másik úrnak, hogy... Na, egy telefonhívást nem szeretnék innentől kezdve. De a szerelem nem ismer határokat, igaz? A rózsaszín köd hiába ígéri meg, én tudom. Utána fő fogja hívni, biztos vagyok benne. Azt fel fogja hívni, azt gondolod? Mit dolgozik, Li?
taxis vagyok. Taxis? Ezzel az autóval taxizik? Nem. Nem, értem, értem. Jó, figyelj, a hölgy sajnos elutasította magát, én értem, hogy tavasz van. És ilyen dolgok, de... Bagzás időszak. Bagzás időszak. Ja, macskák egyik nap az ablak alatt. Hú, de ideges voltam. Arra keltem. Na. Szerintem keresned ki magadnak másik nem, kis én, igen, én tudok neked egy hölgyet. Katarínának hívják, és a rendőrségen dolgozik. Nagyon jó. Gyulják azokat a... Jó? Nem? Ismeri? Ismeri Katarínát esetleg? Hát attól függ, hol, milyen rendőr? Hát szodos, szodos. Hát azokat... Nem, azokat utálom. Nem, rendben van. Jó, figyelj! ORFK, ami egyetlen, ami... Jaj, ott van mászkál egy ember, az mi? Jó, elmegy. Jó, Széna, figyelj, hát rád bízzuk akkor. Nem tudom, hogy te mit akarsz. Szálljon le rólad, vagy egy esélyt én szerintem megérdemelne Széna. Nem tudom, mi vagy ilyen elutasító. Az igen. Menjétek előlem. Sajnálom, Lee. Ajjaj. Ne. Nem volt jó a temus drón. Megígértem, kérek, ne hozzon nekünk valamit, és nem légy csak vagyok, légy csak. Szegény Lee. Jó, az autót tüntessétek el, jó? Szegény. A bilincset le kellett volna venni. Ja, bakker, le tudod venni? Na, Chat. Ja, majd akkor hív egy admin. Jó, vidd oda... oda... Hát, nem tudod oda vinni? Csak az én szemembe kérzettek rád, de... Ah, igen. Ja, jó. Hú, Chat. Ez durva. Itt a tundrám. Köszönöm. Hova megyünk most? Nem tudom, annyit tudok, hogy itt reptér egy rendőr. Itt a Zamfoldafegy. Reptér nagy hangár? Főmegyek a rádió. 13-as? Igen. Jó. 93-on vagyunk fönn, Chat. Mi van? Feltámadt a szerver? Megyünk. Gyere, Bika, velem! Jó, amúgy jó RP-zik ez a srác! Jó volt, sziasztok! Mizu, Bika, jó vagy? Nem hallak. Hát csak együtt menjünk. Itt vagyok a parkolóban. Ja, szület a suliba lehet! Milyen kellett tüntetni az autót? Akkor nagy, nagy hangár? Helikopter garázsnál. Kell majd kettő-kettő ember. Jobbra föl, meg balra föl oda a lépcsőt. Ez mi? Jó, menjünk a kamaróba. Cserélünk autót. Halljátok, katonassághoz kell menni? Reptér? Melyik okay, reptér? Városi reptér. Hoppa. Fekete fokozat van, Bikusz, úgyhogy óvatosan. Itt vagy, Bika! Bika! Kamaróba megyünk, Chat. Itt vagy, Bika? Fő Krisztián. Hello, a szövetség megvan még, igen. Mindjárt mátunk rá. Ez egy jó autó, nem? Subgiftelők nyerhettek chatba, pedig öten vannak. Hú, ő ellenfél, nem? Gyere már, Bika! Itt vagy? Nem beszél. Helikopter kikérő. Itt van. Mi most megyünk. Szar a mikrofon. Ilyen a harmadik. Három. Jó, a kocsiba vissza mindenki. De hol vagytok? Melyik hangjál? Indulhatunk. Helyi kikérni vagyunk, Feri. Hoppá. És mi van most? Rendőrök? Nem, rendőrök. Lehet, hogy ráhívták a rendőröket. Elindultunk. Ó, van, nem, hemzsik nekem a zsaruk csak. A leghátsó kocsi, az figyeljen, nehogy kövessen. Bubuka, Pandem, ma menj az egyik bejárathoz. A nekünk most baloldalihoz zárt el, létszi. Mit fog a rabis? Jöjjünk a jobb oldali bejárathoz. Csak nem lesz, hogy kecsi, be leszünk szorítva. Menjünk ki a reptérről. Gyertek ki a reptérről. Reptéren is ott vannak. Nem. Hú, ez jó. A baloldali bejárat üres. Tudok vezetni. Azért fekete fokozat. Mi ez a limuzin itt? És menjen egy autó, a polit például. Nem tudom hány kocsi. Jöjjünk, hogy elzárja. Hát... Hé, már veszi elő a fegyvert!
Heli az most, Heli az most állt be. Csett, már veszi elő a fegyvert, oda se érünk. Gyertek, gyertek, szárdel, jó, maradjuk szárdel. Zéval az E46-tal itt maradt a blitz. Hol? Bejáratnál. Okay, itt tudom, is van zsaru, rengeteg zsaru van. Ezt a... Ja, ATF, ja. Fakker, ez így nem lesz jó. Nagyon nem lesz jó. Egy-egy kocsi van. Csak új dizájnt fog kapni a stream egy másfél hét múlva. Új alertek, minden. Nem is mentem neki. Akik, grafikusra gyűjtünk. Egy-egy gyarútól légy szívesen maradjon a bejáratoknál, mint a kettőnél, kösz. A 6x6 itt marad mellettem? Infózni kell a bejáratokról, semmi nem, más. Nem, lesz stream még. Nem tudom, mit akart üdesz. Na, de végre valamit csinálunk. Hangárba vagytok. Jó vagy, Bika! Helikopter garázsnál. Jó vagy! Lassan gyertek, nehogy elősültek a kárkit is. Bika! Bika? Bika? Bika, jó vagy? Bika nincs jó. Ó, a lilák vannak itt. Azért komoly. Kom táncem. Ich will nicht. Tárgyalást akartunk, vagy akartatok, vagy most itt én nem vagyok maradva itt. Hello. Hello. Szia. Mágus hívott minket két napban ezelőtt. A csütörtökön tudunk-e beszélni? Az a helyzet, hogy igen, azóta tárgyalom a dolog. Nincs kocsi. Mondd a számot, Bika, mert mellette műté. 162. Köszönöm. Van az SMS rendszerünk. Jó. Gyalak közel csőrizzi, aztán... Aztán az embert nem lehet elérni. De el lehet. Attól még mikor. Akkor lényegében is miről beszélnek? Ezért mondtam, de mondtam, hogy többé nincs. Na. Az olaszok itt nagyon tartoskodik itt a város. Mert most felénk nagyon nagy az felénk is. Tényleg, láttattátok az üzenetet, amit múltkor mondtuk itt a főnök úrnak? Itt van. Mármint? Hát, hogy a ti nevetekbe akarja átbaszni úgymond a város. Hát igen, tiszta vagyok, mert a végig néztem, hogy ugyan ruhában voltak mindig. Illetve meséljétek el, hogy akkor mi történt, hogy egy csajt hogy hoz, azt szerintem meséljük el a liláknak. Milyen csajt? Egy nagyon fontos információ. Bocsánat, ezt főkevedem, de meséljétek el. Hello. Szép napot. Jó napot kívánok, Rachel Ricky. Jó napot kívánok. Figyelj már az úr. Maguk, pontosabban maga nem tud egy olyan szervezetről, akik ilyen nem tudom, babakék, ilyen hatszorhattal, meg boliddal járnak. De ismerem őket, ismerem. Tudok információt szivárogtatni róluk, ha kell. Igen, ennyire hogy nyeres. Jó pénz, hát szabadúszó vagyok, kell a pénz! Szabadúszó, ha vannak rekordjai? Büntetésé. Négy hiba pontom van a nyilvántartásban, ennyi. Gyorshajtásé. Az nem olyan sok. Nem sok, persze. De kap a többet is. Okay. De hogy én maguknak segíteni szeretnék. Fegyel uram, oké. Jó, hogy oké. Tudom, hogy most így... Ez a kedves beütés, ez tényleg nagyon jó. Ismerem az emberek nagy részét, tudok a hanglejtésről olvasni egyes dolgokat. Szóval itt a
nem tudom, szabadúszó az úriember, ugye? Yes, 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 yes. Ez a barátja mivel foglalkozott, akinek a telefonszáma megvan, ugye, akiről arra mosívom? Mit csinált az úriember? A barátom? Hát én próbáltam mindig rábeszélni, hogy ne csak a nők, a drogok, meg a bűnözés legyen az élete, de azt mondta, és most őszinte leszek, hogy azt mondta, hogy kicsi a pöcse, és ezért csinálja ezeket. Bocsánat, csak egy muslinca. Kicsi a pöcse, értem. Hát ez eléggé nagy problémás dolog. Értem, uram, és a... jó, igazából ugye az a helyzet, hogy... én ugye azért jöttem a városba, hogy a bűnözést megakadályoz mindenfajta mértékben. Magára nem tudom elhinni, hogy szabad. Jó, figyelj, a találkozót hozzuk össze, és jobb lenne szemtől szembe beszélgetni. Jó, és hívja a kis barátait, ugyanúgy, a kis pöcsüt? Nem, hát ő eltűnt, nem tudom hívni. Hát jó, de valószínűleg nem csak ő rendelkezik ekkora méretet. Nem, csak én jelennék meg ezen a megbeszélésen, ha maga is állja a szobát, hogy maga egyedül. Á, mert magának is kicsike. Á, értem, összetettem, köszönöm, jó. Szóval magának is értem, jó van. Szuper, hát a mai nap valamikor el tudjuk intézni ezt. Jó, rendben van. Jó, rendben majd visszahívom a pontos infókkal, jó? Köszönöm, viszal. Rendben, visszahallás, csó. Ez egy állat. Sírok ezen a csavon. Oppa, itt vannak a repdőrök. Mi van, itt vannak a zsaruk? Itt van. Miért ez jött ki? Ó, bakker, már idáig követtek amúgy minket. Igen. Mi házon környékén is lófál mindenki. Jó, hát fekete fokozat van, ez várható volt. Cset, nagyon durva. Nagyon alacsony van a heli kifelétek. Hagyj olyan, meg lejjebb, hagyj olyan lejjebb. Tartjuk rá a fegyvert, de milyen jó néz ki, ezt nézitek, hogy tartják a lejjebb fegyvereket. Lejjebb már, jönnék. Hát az. Jó, és akkor mi lesz vele? Vagy velük? Vagy akkor most mi van itt? Hát figyelj, a csajos már nincs náluk. Átadok minden infót róluk. Jó, de attól függetlenül nekünk nem tetszik ez a téma. Mert attól függetlenül, hogy úgy elkövette ellenünk a dolgokat. Persze. Ő adta ki a parancsot, tehát... Hát ez így necces, igen. Igen, igen, igen. És akkor mit szeretnétek? Nem lennünk egy hát akkor legalább annyi legyen abban a hölgyben, hogy átadja nekünk is azokat az információkat. Hol laknak, hogyan mozognak, hány méter ilyenek. És akkor cserébe elnézitek az előzőt. Az olaszok. Akkor elmondjuk mi is, Szerintem mondjuk olyan jó kapcsolatban, hogy aztán adjuk ezt az infót. Hát meg legalább azokta a személyek tökére, hogy a rendőrsége helyi? Igen. Mert a családtagok azok szószint ordikáltak a rádióba. Kilettek pitelve. Stb. Stb. Vagy soroztak. Nem, én rakk és nincs rendőrök. Úgyhogy egy családi programot szerveztünk egymásnak. Szerintem nem a sajós adta ki ezt a parancsot, szerintem már. Értetesebb pont itt van. Félre esetleg nem védeni akarom, de van ott rajtki volt. Mondja a körülmenőre, van kettő főnök, amelyik ilyen... Ja, ott van. Hát... Meg ő alfőnök, nem? Nem tudom, alfőnök volt. Nem. De miért nem kérdezzük meg őt? Mi meséltetek róla? Az a helyzet, hogy megkérdezheted tőle, de nem fog semmit mondani. Miért? Mert nem tud mit mondani. Nem értem. Hogy mondjam ezt ennek a címét? Vágom. Jó, figyeljetek, mi megkaptuk ezt az információt a Biancától, és mi tudjuk átadni nektek ezt az infót? Igen, úgy hittek, igen. Már itt az úr valami esőt mondott a mágosában, oroszlán. Ja, meg keveri, mert amikor volt ilyen tárgyalni, próbáltunk őrökból. Volt. Mert nagyhat egy palit küldtek be hozzánk tárgyalni tőlük, az oszoktól, hogy az ilyen. Jó, a Pepsit. Pepsi, az a fóra. Na, nem jutott eszembe? Kérdésem viszont, lenne gyorsan, hogy most ilyenekbe fogtok járkálni, kék? Yes. Kék, megmarad nekünk ez a szűn. Csehát a lilákkal jóban vagyunk. Csak hogy tudjuk. Nem tudom, szerintem változni fog napokban. Úgyhogy... Berolt mindjárt rendőrség, azt nézhetünk. Mangó, de érjette állat, de nem nézzék. Hát, akkor elmondjuk a izőt, hogy hol laknak igazából, milyen kocsikkal használnak, mert szerintem az nyílt titok itt a városban. Mert... Neki tudja szerintem,
Csak ti nem. Akkor... Világos a sabot baj. Hát a szövetségbontásnál volt. Fél, mat, fekete, a baj, csak... kocsikkal mászkálnak, Vision, B1 Limited, Bolid, valamikor van kék gyöngyház. Bolidon piros. Bolidon piros. Szoktak azért ruhába mászkálni, elegáns ruhába. Meg ilyen akcióruha, ha mondhatom azt. Harmadik szövések, nem, hol, mi sokan vagyunk. Nekik mi a céljuk? Hát nem Páros tudjuk, mert szállni azt tudnak, amikor meg szállon vannak kérve, akkor ránk lőnek és el vannak rakva. Úgyhogy... nem, ennek mi nem látjuk értelmét egyébként. Ja, mi át egyszer fejbe lőttük, tényleg. Nekünk is hogy mi a céljuk. Tényleg. De most ez jó dolog, hogy ezt megtudtuk, hogy a nevünkbe próbálnak itt... szerveszkedni. Igen. Szép. Hát ez egyszer a módkod. Nevünkbe akarnak. Viszont nekem lenne egy kérdés a hozzátok. Amikor voltunk ott a... hol volt? A Ghetto Public mellett. És itt a Ghetto Public környékén. Wolfpálya. Nem, vagy baseballpálya? Baseball. Igen. Mindegy, ott valahol a környékén, és akkor ott... ti mondtátok, hogy el akartok kapni valami pirosat. Vannak pirosat? Igen. Vannak hát pirosak a városban? Amikor találkoztunk? Igen. Hát akkor nagy kell, nem volt egy... Igen. Véletlenszerűen volt... Megérkeztek a rendőrautók, de... Jó, kocsiba. Jó, húzzunk, megjöttek a rendőrök, húzzatok el. Kocsiba, mindenki, fegyvert elő, jó? Gyertek, jönnek befele, Gyertek befele. Hozzánk, jó, gyertek. Kiskáttam bal oldalra mindenki, bal sarok, bal sarok, Mangó megmondta, de az a baj, hogy ő ATF líder, azt hiszem, aztán itt írogat MG infókat. A szankcia válni kell! De csak vigyelmeztessük az elején. Azt, mi van itt, te jó ég! Megyünk egy helyen, jó? Nagyjából egy kupacba legyünk. Nehogy feldobozoljanak. Azt! A gyerekek már jönnek. Gyertek, haló, gyertek, menjetek előre. Fakker. Nagyon durva. Csak ne legyen adminő, please. Mi megyünk? Vagy mi legyen? Nem tudom, szerintem elálltál, hogy ki állom. A baloldali királyat szabad, mindenki bejön. Menjünk ki. Buka, menjél. Mennek elétek. Gyertek el ki. Fogják zárni az utat. Gyere, Bubu, gyere. Bubuka lemaradt, várjatok, Bubuka lemaradt. Nem, mi van itt, te jó ég? Aszta! Menj, gyere. Gyertek vissza. De miért nem jöttünk? De nem tudunk kimenni, mert itt izé dodja meznek a kutyák. Fordulj meg. Ebbe baj lesz. Fordulj meg. Adjuk meg magunkat! Inkább túloldali bejáratot, gyertek mindenki, tüdőt így. Mondjuk az óriási RP lenne. Kivetjük a tüdőt, nem jön senki. Kodeles kóval, gyertek be. Gyertek be. Igen, tüdőt. Mindegyik kocsiba egy ember ül. Menjünk be az egész időt. Tudunk bemenni tőlük, menjünk át a másik bejárat. Én kim vagyok a kiállatot. Menjétek a másikhoz, menjétek a másikhoz. Figyeljetek. De szép megfordulásom! Tanítani kéne! Elhúzunk. Csőbáttal. Oké, én vagyok. A király, megvan mindenki, mindenki kint. Megyek oda hozzátok. Hova menjünk? Hova meg vagy? Föl itt a pályára, itt mellettünk. Menjünk fel a pályára. Igen, csak jön utánam. Úgy vagy. Félyes füstön előttem, srácokat. El kell húzni innen. Megvan mindenki? Ütközött, gyertek izéhoz, gettó publik mindenki. Gyertek. Azt sem tudom, hol van az. Itt bankkal szemben vagyunk, gyertek. Megyünk. Gyertek,
tudom, hogy vagy. Publik, kettő publik. Egy perc és ott vagyok. Jövünk. Bakker. Valaki el meg tudok szállni. Jó, van illa. Itt van, Buka, menj fel a piros parkolóház első szintre, ne menj ki pizéra keletire. Fordulj meg, fordulj meg. Tödő, nálad van hely? Van, van, van. Vagy valakihez? Dobozónak valaki, dobozónak valaki. Én meg vagyok. Mit csinálnak egyébként? Hát tudom. Dobozónak már valaki. Tüdő, gyere. Itt lőnek, egy olyan kicsit a publikra. Nincs talán hely, hol van hely, srácok? Nálam van a tázolba. Rendőrség! Húzzunk ki a pályára, nem? Kettő tázol van, szóval. Rendőrség. Kerekű tázol, keresd. Lefüst. Rendőrséghez. Megint fejetlenség vagy egyébként. Kit kaptak el? Rendőrség, nem, rendőrség. Fekete elkapták. Bakker! Ezt tehát ilyen sokan van! Jó, mit csináljunk akkor? Lőjük meg őket? Mi is őket? Ezt tehát! Várjál! Fegyverezzük le őket akkor, ja. Nem fegyverezzük le őket, szálljunk ki. Jó. Fáltuk. Ezt ebből mi lesz? Nem lesz jó. Ebből baj lesz. Itt most ki fog engedni? Ez mi? Jó kérdés, most mit csinálok? Mert amúgy köbben ugyanannyian vagyok, csak mondom. Picsi vagyunk talán többen. Megkötözünk. Adják oda a fekát, azt lelépünk, mondjátok nekik. Csik be. Ott fogjátok agyhalottat, bátya. Ne engedd be, ajtó, ha nem is is. És te is kettesen, egy rendőrt húz. Jó, figyeljetek, vagy azt csinálják, hogy beengeditek, kihallgatják és a szállításnál kiszabadítsuk. Van, rendőrt húzunk. Jó, oké, okay, figyelj, gyertek, fekát elkapták, vigyék be, kidolgozunk egy tervet a szállításra. Nem lehet, hiába van Renard rendőr. Jó, ezt csináljuk, jó? Hagy hallgassák ki a fekát, és el fogjuk hozni a szállításnál. Jó, akkor annyi embert ki fogunk menekíteni a szállításnál. Most ez a legjobb megoldás. Jó, hol találkozzunk, hol beszéljük meg? Menjünk ki csövekhez. Rendben, csövek, mindenki. Elkapták őket, Chet, hát most mit tudunk csinálni? Menjünk ki csövekhez, beszéljük a teret és szabadítás, ott meg lehet lövődözni. Szállításnál. Hogy tök jó, hogy itt hagytatok minket, aztán elkaptak még egy ember, gratulálok. Ájjá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 j
fekvőt. Mert ott vannak rajta, hogy hárman fogják ebben a fekvőt meg. Nagy, nagy szép tax volt egyébként, szép kocsácsot. Ott hagytak még valaki. Nem tudom, egyébként csergetsz mindenkit, ezt te is ugyanilyen meg, tehát szálljunk ki azon, hogy te tudod. JAJ! JAJ! De ideges. Nem, nem ez jobb az ki. Szerintem meg kell tudom várni, míg beszáll mindenki. Oké, jó, nyugi. Jó, nyugi. Az lesz szóval, ki lesz hozva két? Ja, ki lesz hozva mindegy majd. Így van, mindenki szöveg. Té, visszaszott üdeztek. Jó, szállításra kiszabadítjuk őket. Mindenki, amit mondott az arab, oda megyünk. De lehet, akkor megkérni mindenkit várni, beszélni az autót, akkor együtt meg... De nem, hát mondtam, hogy mit csináljanak, erre ott maradnak. Visszaröltetünk. 5 percen. Mi tankolunk. És akkor jövünk, csövek. Hát szóval mi van? Sok embert elkaptak. Meg vagyok, mennyi. Nem tudom, mit nem értettek az, hogy szálljunk be, azt menjünk el. Ki nem érti, azt elkapják. Ez a cövek, ez hol van? Ide keretél csomagot. Viszont nem máshol vagyok. Ide kell mennem?
Nem jó irány, ugye? Lehet messze volt a kocsi, de mész át volna ki? Hát én is odagurultam autóval, füstölök. Ja, elrontottam az irányt, ja. Na, de cset, hát ez miért? Ez óriás. Mi történik itt? Hát ja, most ott nem voltunk ott, nem tudtuk, hogy mi volt. Vagyis de ott voltunk, csak... Gondolom, ott el meg akarták menteni Feket, de most ez volt a legkézenfekvőbb, hogy ne legyen DM party ott. És akkor most majd a kiszabadításnál, ott meg lehet lövöldözés szerintem. Én így látom. Ja, ott vagyunk csövetnek. Szemgiftelők között sorsolás lesz, live végén. Ja, a rendőrheli, ha ott lesz, akkor azt meg ki lehet lőni. Most már ne kövesse, ha elkaptak ennyi embert. Nem, most már nem jön. Lehet, hogy a csövetnek. Ja, el kell őket kapni. Ezt meg itt hagyom, ezt az autót, beszállok valakihez. Mert ez füstöl. Megnéztem volna egy lövöldözés. Hát lesz, ha szállítják őket. Akkor már lesz lövöldözés, csak most itt a rendőrséget nem kell volna, mert akkor abból megint admin ügy, meg minden lesz. Ennyien maradtunk? Meg még Benny bent a kocsiba, csak megy. Valaki most még tankol, meg izé, még szerelt. Mi voltam tankolni? Ki nincs még itt csöveknél? Itt a rendőr elé. Hol? Hol? Ott szembe, hol? Ott szembe. Most kérdő, hogy szerelem felettől a csövekből. Jó, mindjárt jön. Jó, de meglátod minket, akkor már le fogja infózni a többieknek is. Hát most akkor ennyi volt. Hát de úgyis erre kell szállítaniuk. Jaj, azért mondtam, hogy ide jöjjünk. Hazaugrok egy helikoptere infó. Lesz szállítás, persze. Hány embert vittek el? Kettőt. Hármat? Hármat. Szerintem hármat vittek csak el. Fekát. Tőlünk az újságot is elvitték. Meg Fekát B. Hogyha hármat meg, akkor tudunk túlzrámázni, hiszem. Na most azt beszéljük meg, hogy levárjuk a szállítást, vagy elcseréljük őket. Hát szerintem a túlzrámáz most jobb, mint hogyha kicsit ráálljunk. De utána is az lesz, hogy tök mindegy igazából. Utána megkövetnek. Fekete fokozat van, szóval. Ja. Tök mindegy, mit csinálunk. Az annyi, hogy nagyon sok kicsivel vannak, de viszont nagyon sok autóban egy ember van. Ja. Akkor mi többen vagyunk, nem? Persze. Hát sokkal. Jó, akkor ki fogjuk menekíteni őket, ennyi. Ja, ja, ja. Most nem tudom, amúgy viszont nem tudom, miért vitték be őket. Hát, most találnak náluk fegyvert, lehet le se csukják őket, nem? De le csukják, mert de le fogják. Jó, hát nem baj, akkor... A személy hiányá őket csukják az ember, igen. Szóval... Jó, akkor most várunk. Kihallgatják őket, azt szállítják, és miért kimenekítik őket. De ott hogy kapták el még plusz két embert? Mindenkinek mondtuk, hogy szálljunk be a kocsiba, és jöjjünk el onnan. Kettő ember még egy fogytában fogta rájuk a fegyvert, csak nem értem mire. Hát akkor ő hibájuk, hogy elkapták őket. Szerintem mert utoljára, én tudottam ki utoljára, majdnem kiszerett a rendőr az autóra. Mikor lesz? Hát honnan tudjam, mennyit RP-znek ők? Nem értem, hogy kapták el, de mindegy. Na mindegy, kiszabadítjuk őket. Ja. Ez meg milyen autó? Le van öntve festékkel. Ez már kocsi. Ja. Jó, hol legyen a szabadítás? Ezen itt? Szerintem itt. Jó. Szóval azt tudjátok, hogy az előbb nem volt lövöldözés, de most lesz. Milyen? Elsőnek szerintem kerekben jöjjön. Hát az a baj, hogy egy lövés eldurran, már utána lő mindenkit. Kapsz. Mondjuk éppen utána úgyis minket fognak lenni. Köszi, szóval Gergő, írlak. Kerékre úgyis minket fognak lenni ők meg már. Kerékre lövünk, ők fejre fognak. Igen. Jó, ha egyszerű helyzet, akkor mehet fejre nekik. Ennyi. De elsőnek próbáljuk már megfegyverezni őket, mert most lejöjjük már ki ezeket az embereket, akiket szállnak. Jó, azt beszéljük meg, hogyha ide érnek, akkor hát innen tüzelünk akkor rájuk, nem? Rögtön. Csak azt, hogy most nem lőjük ezeket, akiket szállnak. Most a fekáj elkapnak. Szerintem először fegyverezzünk. Jó, ebbe fogja. Fegyverezzünk, és hogyha nem adják meg magukat, akkor... Az baj, hogy egyenlő az esély, mert... Hát nem hiszem. Az a baj, hogy figyelni kéne arra is, hogy nehogy véletlen. Várjatok már, hát kiintod a repülőtér a zsarukat? Igen, azok hogy kerül... De, már követtek minket. Itt voltál rendőr, helikopter, az meg infózott, hogy jöjjenek oda. Ennyire egyszerű egyébként. Be hogy került oda a rendőr helikopter? Hát ez az.
Viszont amit akartam mondani, arra is szerintem figyeljünk oda, hogy hogy nehogy véletlenül által legyen, tehát hogy kihoznak egy rabszállítókocsit, és valamelyik autóban vannak a kis rácok. Hogy üres legyen a rabszállítókocsit. Az is lehet, persze, de hát ezt észre fogjuk venni. Meg Helivel, nehogy szállítsák. Nem, ja, nehogy Helivel szállítsák. Helivel szállítják, akkor marvos. Nem olyan veszélyes bűnöző, persze. Nem szállíthatják Helivel. Na figyeljetek, maradjunk itt, vagy menjünk a Bányahídra? Itt. Hát szerintem maradjunk itt, mert szerintem azon itt a Bányahíd már túl közel van, ott már tudnak trükközni. Ha itt jönnek, akkor ott is elzárnák az utat a keleti elején, meg itt is elzárnak. És akkor bepatoljuk őket. Most mellettünk az autópálya, most legyünk kinyire okosak, hogy kikerüljük véletlenül pont ezt az autópályát, és a másik autópályán mennek, ha izélyes ott felől. Azért akkor kéne arra felé állni. Ja. Menjünk csak a Bányahídra. Menjen Bányahíd, az... És akkor, amikor már ott vannak, akkor mit csinálunk? Mire odaértek, addig meg megfogni. Mindenki bányai, mindenki. Sziasztok, hello, hello. Itt négyen vagytok, Széna, vagy beférek? Igen. Hát... Ide beférek, vagy nem? Persze, gyere. Van még egy fegyere. Jó, király, kösz. Én is beültem ide. Csajsz, itt ne hagyjuk már. Csajsz, itt is olyan, valaki vegye föl, ha van elkapom. Csak kíváncsi vagyok, hogy ebből van. Valaki még egy fel. Van a 6 szorrendból, valaki nem fel. Itt biztos, hogy nyugodózés lesz. Kezdve még kocsit akózni. Figyeljétek már itt a sarki fény. Hol látsz? Ja, halucinálsz, mit látsz? Nézek fel, nézek össze-vissza, azt nem látok semmit. Hát látok, figyelj. Én látom, hogy tiszta zöld az ég. Hát jó, neked adjuk. Vágyjál nekem is belőle. Jó, és jó lesz. Jó, akkor itt fogjuk megvárni őket, két oldalt. Ja, csak mondom, Bari, ott le szoktak menni itt a bányán, a híd előtt. A földön. Kamaró nagyon hamar lehalt, ja. Meg szokták vágni itt a bányahidet. Ja, aha. Itt szoktak lemenni. Aha. Hát itt levá, lemennek. Akkor itt ide is kéne egy 4-5 ember, nem? Kellene még 3 autó, ide a börtön mellé a tábla mögé. Itt vagyok egy. Megyek én is. Jó, akkor én itt kiszállok. Mire? Hát itt leszünk gyalogos egységgel. Hát az itt nem fog semmit érni arra, hogy nem. Szerintem maradj a kocsiba. Rendvédelem jó nagy ellenség, igen. Az lenne az autóként kettő ember. Köszi, Laci! Helyre is tudnánk őket lőni. Négyen. Egy valaki üljön már a főcélőre. Átülök. Ebből baj lesz, Bari? Hát ebből lehet. Különleges alakulat. Szia, Tamás, köszi. Ha nyersz, akkor majd csoportba írok. Jó, megoldjuk, nem lesz baj, nem érem. Hát ja, csak ki ide, vagy na az, hogy mikor lesz a szállítás. Meddig húzzák. Hát kiragadják aztán. Ja, nem. Hát ezt nem tudom mondani. Lehet félreállok, hogy éppen a gyerekeim volt szembe. És akartam neked sztorizni, nem mondom. Na, Mizu. Mi újság? Képzeld el. A Széna meg a fekarandiztak. Ne idegesítsél! Esküszöm komolyan! Én tudtam! És? Tényleg! De csókolóztak is? Hát azt nem tudom, mert csak a kajáig voltunk, ott aztán elmentek valahova, aztán nem tudom, hogy mondta, mi történt. De aranyosak! Akkor a Széna ezért volt ideges arra, az emberre, hogy nem száll le róla. Meg kell tűnni egy embert, mert valami zaklatója volt. Aha, hát miért intéztel a fekát? Nem tudom, hogy szerelmes. Márra vagytok. De ez jó, ez jó, ez jó. Ez jó sztori, jó szaftos, ez jó. Mi szerveztük neki a randit, én voltam ott az egyik izény, felszolgálunk minden. És lesz belőle valami szerinted? Hát reméljük, reméljük, hogy valamit összehoznak. De a feka nem a csávókat szereti, én mindig azt hittem. Ezek szerint nem vagy csak titkolni akarja. Jó, mert én azt most hittem. Most érkezünk mi is a híthoz. Merre vagy, Kály? Itt vagyunk, támlalat. Még baj lesz megint, Cset. De ezt most nem én mondtam.
Hallod is a mágus ja. Együtt van a Biancával? Hát ezt nem tudom. Mit gondolsz róluk? Nagyon sokat mozognak együtt, szóval nem tudom, hát van valami. Ők a cukik, nem? Ők is. Ja. Ott is látod, valami alakul. Ebből baj lesz. Szia. Hello, ki vagy? Már elkezdtem neki mondani. Ó, hát én már tudok itt mindent, már, nagyon már jó. Elkezdtem sztorizni neki. Nagyon jó. Aha. Hát ez durva, ki akar... Annyira nem akadtam ki a sztorizni. Gáj, mi elugrunk még lőszerezni a publikumba. Okay. És mit szólsz hozzá, hogy most értem, most tőlünk a fekal, tőletek a széna, most az egyetem. Hát figyelj, két főnök. Csak ne legyen ebből probléma, érted? Most itt áldásom, de hogyha azt a Katarinát megtalálom, na, annak nem lesz jó ége. Már majdnem mutkó megtaláltam amúgy. Elég sok nő van a városban, aztán itt mindenkit lekiabálok. Igen, lekiabálok? Nem úgy, hanem hogy Katarina, te vagy az így, nem úgy. Te vagy. Nehogy mászolni, hogy történjen, mert nem tudom, vigyázz. Jó. Hát amúgy nehogy itt valamit más, ha is, hogy itt valakit beizlész. Bekörnyék az enyhét. Amit a végén te is olyan fejossal fogsz járni. De Vágus most a Biancával járkál? Hát ez szükség szerint. Mert oké, hogy sok szappanoperát néztem, ilyen latin műsorokat, meg ilyeneket. De amúgy, azt tudjátok, hogy oké, hogy széna meg feka, de a róka pályázik szénára. Tényleg? Igen. Na jó. Hogy örülnek! Azt szerelem, hogy botrányok lesznek. Lesz, sőt, ők már csókolóztak is, képzeld el. Mondom a rókának, hogy mi van, érted? Csináljuk, nem is a róka meg tudja, itt vége lesz mindenki. Róka meg tudja, legyen át a fegyverünk voltjába. Ja, és azok a hírek is repesgetik, hogyha összejön a széna rókával, akkor a 75%-át odaadja neki a fegyverboltjának, képzeljétek el. Hát összejövök én is a rókával 75%-ért. Az jó. Ez a baj, beleviztek itt a rosszba. Én már egyszer megjártam esze. Miért? Mi történt? Hát egyszer itt a feka félreértette a dolgokat, meg a BMW. Ja, hát azt tudom, azt végighallottam. Ja. Na hív a feka a telefonon. Húha. Szevasz barátom, mi van, jó vagy? Szia. Jó vagyok. Figyelj már, az baj van, hogy el fognak vinni a börtönbe. Jó, rendben van. És az baj, hogy a két csoki nyuszit meg a 1100 csoki golyót elvették tőlem, és az nagyon... Meg fognak ölni, ha nem kapom vissza. Rendben van. Oké, persze. Jó? Jó. Segítünk. Készen állunk. Várja. Itt vagy? Várjál, csak beszélek hozzám közül. Aha, ugye azt az infót mondja itt a rendőr úr, hogy valami páncélozott helikopterre fognak vinni. Basta. Na mindegy, mert letelt az egy perc. Oké, cső. Elé felettünk. Szia. Szép estét. Na mit mondod? Van egy probléma, rádiózom. Figyeljetek már, Feka engem hívott, az egyperces telefonhívást nekem kezdeményezte. Azt mondják, hogy páncélos helikopterrel fogják hozni. Ilyen... Akkor de 100%, hogy szállítják a börtönbe, ez biztos. De ezt nem tehetik meg, hogy helyével szállítják. Jó, lehet, hogy blöffőnek. Nem élem, hogy blöffőnek. Helikopterre figyeljem őket bentről. Figyeljem a börtönbe a heli. Ja. Na, szerintem akkor meg is hozták. Jó, de még nem hozták meg, mert most jött az egypörtös telefonhívásával, nem hinném, hogy a helikopterbe hívott. Ja, akkor mondta volna. Meg egy kicsit. Muszáj nekik felhívás, nem mondtak ebben. Igen. Felhívás minimum, azt kötelezi, amíg mi nem, de jó, helikoptert azt majd nem kéne erőtetni elméletileg. Hogyha helikopterrel fogják szállítani, akkor hadat üzelünk a rendőrségnek, ennyi. Ezt nem hagyhatjuk annyiba. De hát helivel hozzák, kilőjük a sofőrt, akkor már gatya a... Azt mondták, hogy páncélos heli. Igen. Mondta, hogy páncélos. Jó, most ezt a heli dolgot azt engedjék el szerintem, mert az koka. Úgyhogy figyelj, valami. Attól függet, hogy helivel szállítják, jön földi egység is. Ez biztos, hogy nem csak egy helikopter fog jönni. Figyelj, ma orra fel, nézem, hogy mikor indulnak el? Már nézem. Nézik. Itt vagyok felette. Sziasztok, jó rendben akkor. Engem jaj. Kiengedtek egy csekkel. Semmi baj, de Bömös meg Fekát biztos, hogy szállítani fogja. Jó, Bömös meg Fekát. Lőszered van elég? 130.
Nem adsz egy 30-at, hanem 23-at. Azért kérem, nekem vissza a fegyverem, azért kérdeztem. Lehet, hogy tankkal szállítják. Adom. Oké, okay, köszi. Most ott szednék idő. Akkor gyertek Sandy Pugba, jó? Jó. Tessék. Köszönöm. Drogot kérsz? Drogot? Mhm, uh-huh. Nem, adni? Köszi. Nem élek ilyedekkel. Ami mióta? Mi megtértél? Hát, te tegnap óta. Most a lejövő van. Kidő. A kezd nincs fegyver. Bennek kell fegyver. Megloptam. Muszáj volt. Nem bírtam ki, ne vegyem el valamiért. Energy drinket kérsz? Annál? Az nincs nálam, az kell egy. Akkor egyet adok már nekem csak egy kettő. Jó, kösz. Az erikről kedvem. Nekem fel. Cset, szerintetek ki tudjuk szabadítani? Csak nem hozzák már, jó fejek voltunk, nem? Hogy ott beengedtük, hogy kihallgassák őket, nem? Nem volt DM party, akkor legyenek már annyi, hogy elszállítják. Nem? Nem lehet. Marci! Köszönöm szépen a live-ra angoli tagságot. A subgifterők nyerhetnek egy drónt 16 000 font értékbe. Kíváncsi vagyok lesz ebből. Nem, Dávid. Látta. Amikor reloadtuk. De figyelj már, most mondjuk, térjünk vissza az előzőt. Már igen? Most kényelődöttünk egy kicsit. Hogyha most itt a fekamaga széna lesz valami, most a róka meg megsértődik rájuk. Hát figyelj, én beszélek majd rókával, hogy ez a helyzet, jó? Érted, nehogy itt választás elé kelljen állni. Nem. Csak az a baj, hogy ebből szerelmes dolgokból mindig a baj van, tudod? Ez biztos. Hát van egy telefonod, oda tudod nekem adni? Van, persze. Köszi. Még egy telefon? Valami rossz a másik. Farmoljuk tőle a telefonokat. Kilútoljuk. Ja, úgyhogy majd beszélek a rókával. Szél velem mindenféleképpen. Ja, mit teszel? Mondás vagyok. Te van hozzá? Van. Ő egészségedre, ez nagyon jó. Köszönöm. Niki, csinálsz nekem bundás kenyeret, légy? Most megkívántam. Ja, kis teával. Tényleg. Igen. Képzeld el, hogy én is fogok bundás kenyeret enni. Nagyon helyes. Tessék. Tehát... mézzel. De ízé, te nem termedzeni jársz? Köszi. Tudod? Tessék? Te nem termedzeni jársz? De most tömegelek éppen. Ja, ja, ha. Csak egyet eszek, tudod meg egy kis teát, és mézzel iszom a teát. Mit elegít nekem mézzel, most nincs benne. Megint a rabahibás, rábeszélted a bundás kenyérre. Ja, képzeld el, Matolat, hol voltam így szabad időmben? Na. Lámpaboltba, érted? Tudod mi az a spot lámpa? Igen. Hallott, tiszta ideg voltam. Annyi fajta féle van, meg olyan drágák. Tiszta ideg voltam. Ja, az új kéróban? Ja. Na, mennyi idő volt? Asszonyan voltál, olyan? Igen. Ú, Jézus, kár volt. És én ilyen idegesség nem voltam, érted? Szétvetett az ideg, majdnem a csillárt leszedtem volna, azt összetörte a bótot. Egy perces paletó, itt ide érünk Sandy Publikba. Ki füstöl? Nem füstöltő? Vagy kipufogó füstöl? Kipufogó. Meg vagytok fiú? Hm? Igen. Hm? Nekünk jön még. Mi? Mi is én füstölt, mi kipufogó nyomja. Jó van. Emlékszek. Kaptam copyrightot, igen. Most nem szoktam. Kivel? A robot jó C? Hát személyesen nem. Így az, Ali. De figyelj, amúgy olyan hallottam rólad is egy kis pletyit. Elmondjam, Kai? De fontos, hogy... fontos, hogy maradjunk köztük. Te nem mondod, de senkinek. Meg ti se itt mellettem, jó? Ne hallgatózzatok. Cseli. Jó. Rendőr helyi. Feriné találtam rólad képeztem képeket. Nem, nem találtam. Jó, a telefonjába mutatta. El ne üssenek!
Ja. Mindjárt feladom magam önként, hallod? Ja, Buzko airdropon átkült egyet. És tetszett? Jó volt, igen. Jó. Jaj, ezek így állatok. Igen. 97-en vagyunk fent a szervelen. Irigykedsz, hogy mi van? És kérted képet? Mit mondom? Ja, kértek képet, ti átküldöm. Igen. Ja. Hogy hívnak téged, barátom, aki velem van? Katarina. Itt a... Milyen Katarina? Miről beszélsz? Téged? Ja. Ja, engem, Gosz. Te vagy a Katarina! Micsoda? Te vagy a Katarina? Nem. Beépültél? Persze. Lehet, hogy beépül, szerintem. Lehet. Én nem is felmondom. Ez mi volt ez a jelok jobb alamód menü? Ez mi? Nekem fut be. Te hallod itt a kilométer per óra mellett mi ez a cucc, ami töltődik? Vagy megy le? Hát az nitró, csak... Hát ott van, de nincs. Ja, értem. És hogy mondjam, hogy volt régen, ja, de ja, most nincs ja, benne, jó, majd megértem, hogy mi ez. Nitró, ja. De amint betöltött vagy lejárt... Kobrasz, merre vagy? Itt ül a Kai mellett. Azt az merre van az itt? Ahol meg kiraktál engem. Ez kinek az autója, ez a virágos? Mágus? Ilyen... Tényleg szerelmes, ilyen rózsaszín virágos autó. A Lutkopper, ezt miért válaszolsz rádion? Most a... De nincs a fegyvere. Mi? Én most nekik fegyver. Ne idegesítsé. Kiszt, nem is szóltatok. De nem is szóltatok rádión. Most hallottam Tüdeszt először rádión. Akkor hazamegyek, osztok nekik. Nem, már adtam mindenkit. Ja, nagyon jó vagy, Tüdeszt. Köszi, majd visszaadjuk. Akkor már jön egyébként, hogy izé jön. Az megjön. Az mi? Velünk van? Mit nem mondasz, Tüdesz? Mi van? Tőletek senki nem tud válaszolni rádió. Azért most hallottalak először, nem szólt senki eddig rádió. Nem hallottuk senki. Nem, most hallottalak először. Félre ne, és nincs ezzel semmi baj, csak nem értem a szituációt ért. Nem, tényleg nem hallottunk, itt át nem hallottunk. Jaja. Jó, majd visszaadom akkor a Tüdesznek. Oké. Köszönöm. Azt hiszem, hogy én akadtam. Azt mondja, egy fegyvert adtam, hogy szállítottam. Jó, annyi, hogy majd nekem szóljál, ezt visszaadom, csak ne felejtsük már el. Most nem fog földhöz vágni. Hát jó van, de nem akarok tartozni. Nem, hát sokkal tartozni. Igen. Micsoda? Nem leszek rádióban, nem tudok fellépni, szóval... Jó. Dobj be egy tablettát és jó lesz. Jó, jó. Ha maradjál itt akkor. Egyedül vagy a kocsiba, Mágus? Jó vagy mostanában, Mágus? Nem vagy a toppod, nem? Majd nem mondom. De az új Nissan Titan Offroadnak mennyi a végsebességet? Azt nem tudom, hogy lőjünk rögtön. Hát mikor még kezdődik? Halljátok is, akkor lőjünk itt rögtön, majd a zsarukról, hogy mi legyen. 3-20-3-10 között. Ez egy jó kérdés, nem? Nem akarok lőni, őszintén megmondva. De nem fogják el engedni, főleg nem fekete fokozatba. Nem fekete fokozatban. Kerékre, az a baj, Gábor, kerékre lövünk. Bármi fekete fokozatban, nem ráfonok. Ott lőnek, össze-vissza. El, hát jó, persze, hát Bangó, mondd, hogy csak figyelj a fintés. Hát, ti mit mondtok? Hát figyelj, a fekát biztos, hogy ki kell neki, te nem csukmatják le. Itt egy rabszállításon, hogy már csak kicsit. Hát, az jó. Na, nem hallak, mert hallgass a csotrogánya. Nem hallottad, mit mondott, hogy kell az asszonyod? A Biancára izé kérdezte a Mágus, hogy kell az asszonyod, nem hallottad? De most ő, a Mágus az depressziós amúgy, mert nagyon rossz tudom. Hangja van. Vagy nem, ilyen le van törve egy kicsit, lehet, hogy össze vannak veszve. Lehet. Jó van, majd emulik, ahogy mondtad, csak nagyon hangos az autója. Ha megfoghatod egy kicsit, akkor jobb kezdeni köztül. De mi az a virágos jó, autó? Jó, akkor nem beszélni fel, de legnagyobb szépen. Tudesz, az jó! Nagyon hangos virágos autó. Nem baj. Akkor változtatunk, mert viszem üzé chip tuningra. Hallod már, tudunk segíteni? Biztos, van valami baj? Nem tudtuk. Jó, csak olyan kis szomorú vagy már pár napja. Az doktor, az doktor. Jó, de aki el segítség, szóljál. Azért öngyilkos ne legyél. Ja. Van baj van a Mágusnak. Jó van akkor?
Na, mi legyen, akkor lőjünk? Hát figyelj, ki kell szabadítani. Itt jönnek, akkor kinyírjuk őket. Ott nem, a rendőrség előtt nem balhéztunk, de most muszáj lesz. Nem Chat? Így akkor így fair, nem? Ott nem balhéztunk, itt meg akkor balhézunk egy kicsit. Nem? Az akkor így jó lesz. Hát én már is veszem a fegyvert, ki tudja mikor jönnek. Hát figyelj, amíg ki nem írják, addig nem fognak jönni. Én már nem hiszek senkinek. Nem? Mondjuk abban ne legyik olyan biztosak amúgy. Á, ki fogják ezek írni? Most csak a... Most is mi volt? Itt volt helikopter, akkor írták. Tíved ott vagy még a PD fönt? Százon vagyunk fönt. Miért? Tényleg szünet miatt lehet ez csak? Ez semmi mozgás. Menj nyugodom. A helikopter izél itt nekem. Rengeteg zsaru lett. Eddig 1, 2, 3, 4, 5. Hatan vannak eddig a versenyben. Láj végén sorsolás. Kolc hallgat ki, akkor az hosszú, tényleg. Örülök, Misi. Hát remélem, hogy nem helivel szállítják, ja. Az nem lenne jó. Azt a mindenit. Ezt te. Te magával. Ja, a öcsémnek se a középiskolában nincs szünet, ja. Halló, csajos. Te biztos a Magpatalina vagy? Egyes bag. Hallod, mindjárt kimegyek pisilni ide. Mindjárt. Kérdez, elmegyek pisíri, most már. Ha most lesz szállítás, akkor végén van, meghaltam. Hong Kong. Ki hív? Igen, tessék, én vagyok. Küldj már tőletek fölfele egyenesen város fel egy autót, létszős. Jó. Amiben van hely. Jó, oké. Okay. Vigyázzatok, keleti kaszinótól 6 darab rózsaszín autó áll egy helyben az útszélén. Jó, köszi, rádiózom. Oké, okay, köszi, hello. Srácok, valakinél van hely? Itt a város fele fő kéne menni mágust. Jippel vagyunk, van két hely nálunk. Jó, akkor vegyétek fel, illetve a kaszinónál 6 rózsaszín autó van, arra is figyeljünk. Hol van mágus? A mágus, mész a város fele, ja. Vissza, valahol arra van. Gyere. Megkapják, megnézzük ezt a rózsaszín autót. Jó. Valaki bérti, maradjunk. Írjon már egy Twitter tezetnek, hogy valamit, hogy ide az 500 métert nem tudják, hogy mennyi. Itt van mágus, itt hát volt. Hány? 10 kilométerre kell menni a rendőrségről? Csőj, Dominik, csőj, mágus felé. Itt vannak. Mi van itt? Itt valami balhé volt. Feküdt valaki a földön. Metős uram, mi van? Mi történt itt állapotban? Hát nem tudom. Nem tudom, még egyelőre én se tudom. Tétek mágus. Rendben. Itt van. Jó, kettő ember fekszik a földön itt a rózsaszín autóknál, és három mentős van kint. Keresel ott? Eljöttünk, álljon. Jövök nektek, eljöttem fel. Hát álljátok nekünk. Engem nem kapták el. Például, hogy most szereztél szemem, és egy kicsit... Nem baj. Sert azért feltámadt az élet, nem? Itt a külvárosban egy kicsit. Túsznak? Hát most ott mentőznek meg minden, nem, meg nem akarunk most túszt kapni, elfogni, most azt beszéljük. URFK.
500 méteres körzetét lezárták. Látod, partok, újraértek miatt. Ja, de nem bírnak magukat. Halljátok, de Fekának ilyen sok büntetése van az előéletében, vagy mi? Hát lehet már leült, csak sok törülni. Újra vannak infinitiseket? Nem mindenki lett bannóva onnan. Csak így a többiek is elmentek. Mellék azt hiszem máshova, de nem, nem tudom, hogy visszajárnak-e. Jó. A Jeep-pal fofos lett. Mi? Mi? Engine kaput. Holy. Na jó. Ajjajjajjajj. Nem kéne meghalni. Meghalunk. Jól vagyok, köszönöm. És mi történt ezekkel? Nem hallottam rá. Nem tudom, állítok, lerobbantak? Lerobbantatok, nem izó? Nem mindig jó a rá. Nagyon utálom még a híd alá is, te. Mi van azzal a dzsüppel? Szia. Hát, hogy ők se hallanak rádió bingit. Halló, valami válasz. Halló. Hallottok? Szia. Igen. Halló, szia Balázs, szia. Nem kell mangát beszélni, túltárgyaltuk már. Azt mondták valami jó. A gáz túl nem ment vissza a helyére, túlmentünk. Mi van? Szóltátok, Brayline. Nem tudom, miről beszélnek. Nem is emberek, csak mondom. Jó, hát meg tudják oldani szerintem felnőtt emberek. Mi nem? Nem. De csak megoldják. Csak! Legyenek már eleményesebbek. De tudnám, hogy törik össze az autót, mikor egy helyben kell állni? Én sem tudom. A légtere még nincs lezárva, úgyhogy maradjál nyugodtan. Na hallod, gyere el onnan szerintem a helyvel, mert amíg nem jössz el onnan, akkor meg kijött. Szállításról is ezt csinálják. Úgyis nem tudom. Hát álló vagyok, hogy épp, hogy látok az lehetőséget. Akkor jó. 80 FPS-ig van amúgy, ha valakit érdekel, 70 és 80 között ugrál. Subgiftelők nyerhetnek chat. Live végén, sorsolás. Brod, te busz Brod, 16 ezer forint. Az ORFK 200 területet lezárva. A légtér 500 méteres körzet, a... Mi ez a föld... városok? Micsoda? Mi ez a rengeteg városok? Nem tudom, elég sokan vannak. Leírásból ott a gépem. De 38-an van. De akarok majd streamer gépet, majd ha az új ház lesz, de most új dizájn lesz a streamekben, a kezdés, meg az alertek. Hol addig hallgatják még? Elmesél az egész életét? Nem mi tudom. A telefonhívás mikor volt? Már egy 25 perce, biztos. 20 perce, biztos nem. Mikor lesz a kiszabadítás? Hát ha hozzák, most kihallgatják őket, azért várunk. Nem baj, lehírod, ott a gépem, minden, ha érdekel. Kész a bundás kenyerem, majd leültem megeszem. Képzeld el, hogy bundás kenyér lesz a vacsora. Igen? Ezt már mondtam. De Alex, az kéne, hogy magasabb minőségre teszem. Ne tett. Micsoda? Én mondtam, hogy bundás kenyér teszek. Igen. Te nem mondtad, hogy lesz a vacsora. De? Hát miattad a lesz az a vacsora? Hát de, jó, de mondtad is? Nem, most mondta. Hát jó, hát most, de hogy előtt. Hát előbb is mondta, nem figyelsz, rám jó van. Jó, hát arany a hanemóriám van, azt szok hozzá. Tényleg, kérdezd meg itt a túloldalon a fiúk. Ezt tudod, sok kábítószertő. Mit röhög neked? Erről lemaradtam. Hát inkább menjünk feszültköd valamit, mit szólsz, mutatok valamit. Még itt várakozunk. Jaj, meg ne halljunk. Nem hallunk, mert nem hallom. Ha ütközünk, szólok, jó? Jó. Hova megyünk? Tankolunk egyet, vagy mi? Nem, veszünk neked valamit. Nekem vesz-e valamit? Neked, igen. Mit? Mindjárt látom. Mutatom. Jó, figyeljetek, a szállításról azt szeretnénk, hogy kiszabadítsuk Fekát, bármi áron, bármi történik, Fekát ki kell szabadítani. Pontosan. Jó, de nem adja szemből, hogy 3-4 percre felülrakott és parancsak tép. Persze, valószínűleg nem fogják megadni magukat, úgyhogy készüljön mindenki a legrosszabbra. Véletlen,
Telefont veszel? Majd kellene egy... Elhagytam. Azt elhagytam, most adtam. Tudom, de kiesett a zsebemből. A fekádat hagyjuk, igaz? Hát le akarsz engem húzni. Nem hagyjuk a fekádat, igen. Széna! Hát csókolóznak ám. Szóval neked várja. Ne aggódj, Széna, kimentjük. Igen, kék színű. Kamarúja. Nem tudom, akkor gyere vegy egyet magadnak. Nincs sem pénz. Oké, köszi. Kártyáról. Nincs, már beleraktam a flaki kasszába az egészet. Tényleg? Semmi nincs? Nulla. Akkor várjál, veszek a telefont. Rádió, kinek van kék Chevrolet Camaro-ja? Én hagytam ott, mert lerobbant. Akkor jó. Hogy várjál, berakom a kesztyűtartóba, nem ki tudod venni, gyere? Jó. És rohangálnak a pályán a rózsaszín autósok is ahol. Ők is láttak volna, hogy felrakták a izébe, de vicsit a törzségbe. Most visszamentek a izéhoz, a város felé. Na mit kell? És a izét, hogyha... Ha kivetted ezt a táskát, akkor használd, tudod? Jó. Itt a zsebedbe. Várjál. És mit vettél most? Csak van a sorokozó az autóként. Táskát, visszavettem a sajátomat. Nincs benne telefon. Azt jó, nincs benne telefon, de attól függetlenül érted mi a lényeg a táskának. Igen, de mit rakjak bele? Hát, hogyha akarsz valamit bele, akkor bele. És akkor most kaptam tőled egy táskát. Kaptál egy táskát, igen. Ja, köszönöm szépen. Vettem tőled egy táskát. Jó, köszönöm. Tök jó. Én azt szoktam csinálni, hogy felsőtben elkapottam a nyúrót. Igen. Egyszer próbáltam, hogy is működött. Beleraktam a táskám a fegyveremet, ami a kocsit. Ja, ez jó, ez jó! Bevittek, átnéztek, de a táskát nem nézték át. Nagyon jó! Nagyon jó, 200 IQ. Nem tudom, de ez a táska, ez jó, hogy belerak, ha elkapnak, akkor belerakom a cuccokat. Ez jó! Mi ez a szívecskei a GPS-en? Szívecskei? Halljátok, valaki dobjon majd Twittert, hogy ne jöjjön nekem a helikopterével, mert már ki vagyok tőle. Hát hogy mondjam, az a mosolyti dolog, tudod? Hát mint a helikopter, hát ez hülyén. És ilyen nyulakat kell vadászni. Ja. És aki az első lesz, az kapva a nyulakat, aki a legtöbb nyulat elkapja. Ja. És hát lelő ide, elkapja, érted? Értem, király. Azért nagyon sok mindent nem tud a fejlesztésekre, ezt be kéne nekem mutatni néha, hogy mit lehet csinálni amúgy. Meditővé, néha meg kéne kérdezni. Mert régen ugye, mint a Fatter úgy mutatta be a szerveren az új dolgokat, de lehet, hogy megint kéne. Ja, amúgy ilyen nagy szinkronok már nincsenek, ezt is optimalizálták. Vagyis jó, ha valakinek gyengébb a gépe, vagy valami lehetnek, hogy ne te. Sziasztok, fiúk! Hello! Hallod, Kájnod? Összeszedni? Mert? Elivel hogy pitelnek? Azt hogy? Kérdeztétek meg a PD-t. Igen? Igen. Nem az, hogy húzzák az időt, hát RP-znek ők is. Ez ilyen unalmas persze, de ezt meg kell várni. Hát ők is RP-znek meg minden. Egyértelmű. És oda nem értettem. Szerintem. Viszont ez jó, jó hogy van, történik. Ja. Most 97-en vagyunk fönt, tudjátok, múltkor csak ilyen 60 voltunk, most nem tudom, hogyha jövő héten suli lesz, mennyien leszünk. De ugye ez már jó létszám így. Erősek a rendőrök is, szerintem az illegálok is, most hármas szövetséget lehet kötni amúgy. Ankorni akartok se a tó fölötti benzinkutat, nincs üzemanyag, meg itt a keletén se. Hallod? Nagyon jó. Tudj, vegyél majd benzin. Tegyen benzint. Csak majd én költöm majd a pénzem. Nem lehet. Azt mondja, hogy legyél már egy benzinkutat. Ez a pénzem. Nem mondom, hogy 16 millió. De én fasságra költöm majd a pénzemet. Hát te mondd. Cső, Feka, Feka, jössz már? Vagy mit csinálsz már ezer évig? Nem, nem akarunk hármas szőt, mert is sokan vagyunk. De akkor most már mindenki tudja ezt a szénás dolgot, mert az előbb itten a elpirult a rádióba a széna. Hát jaj, most igen, most egy kicsit megbolygottam a számot. A többieknek kihallgatás van? Értsetek a többiek is.
látnak, hogy itt minden áron meg akarja menteni. Prank videó volt TikTokon, megnézték 400 valahány ezen. Elég hamar lecserélt a szegény rókát amúgyra. Hát ja, de most nem is alakult ki köztük még semmi, csak Róka retina pettingezett vele. Ja, muszlant. Retina petting. Az a szemezés. Sőbáj, nem hiszem. Egyedül hagytak Feka. Kolc, ha, kolc ott van, gondolom. Hú, Istenem. Feka hibája ez is. Ez biztos. Szegény de Róka depressziós lesz. Ja, mondjuk csoda, hogy nem Ferit kapták el, nem? Ferit kapják el, azok hónap estében lettek volna. Feri már kéne lenne. Nem, az hónap estében lenne. Az a helikopter ott szembe, milyen? Ha mi jön? Nem tudom. Zuhan? Jövünk helikopterre? Keletünk kifele? Fehér helikopter. Az a rendőrségi van. Ja, ez rendőrségi. Ja, ja. Ja, rendőrségi heli. Ezt meg kéne ölni. Már most? Nem bannám amúgy. Mi a? Szedjük le? Azt mondom? Hát nem tudjuk össze, hogy nem ezt szóval. Dehogy is. Ez közel van. Ah, látom a heli. A félbányai itt az akkor, hogy parancsak szép. Kérdeztek. Ha tiszta a célpont. Igen, ha tiszta a célpont és lejjebb ereszkedik nyugodtan. Elmegy. Egyébként innen már tudnánk jól mostanában. Igen, kiengedtek. Oké, melyik állányon vannak benne? Ketten. Feka meg a bümös. Akkor összesen igen, négy igen, embert kaptak ő. El? Hát. Igen. Négyet, mert már kettő embert kiengedtek és van még bent a bümös. Kaptál kb. High rend védelm is van összesen. Kikongattuk volna. Tedd le a kesztyűba, fegyert és jó ez a maszkcset amúgy, nem? Ezt jó eltaláltuk. Á, jöjjenek már! Degu, kiengedtek csekkel, király? Öt beszélt velem, a kapitány bent van, meg azt hiszem még bent voltak négyen, tehát ilyen 9-10 fővel azt hiszem annyira lehet számolni. Hát akkor azt le kell, hogy hozzuk. 10 ember, hát ezt... 10 ember egyedül, se, nem csak. Ennyi. Egyedül? Persze, egyedül. Már nem menjek amúgy. Várjál itt felé. Na, nyerjük. Jó vagyok, én bizony, hogy állom. Szeleti végig. Jó, hogy kell, hogy eldobod a kanalat, nem fogunk. Hát, én kapulatban. Jó van. Na, hogy véletlenül téged lövjük. Fegyver, valaki ne esetleg kuszkolom. Plusz bálom, zsincs. Keresek egy benzinkutat, ahol láttam, hogy már kifogtak. Hát abban ugye nincsen benzinkút. Jó, sok benzinkút. Az igen! Ez nem történt. 100 lőszer elég lesz amúgy. Hallod, ugorjunk még haza a lőszeré, amúgy elég lesz ez, nem biztos. Így is kimenjek, hogy nincs nálam fegyver. Menjünk el? Jó, oké. Mi elugrunk lőszerért. Nem biztos, hogy elég. Ha nagy lövöldözés lesz, vagy sokáig tart, akkor ne bízzuk a véletlenre. Nem enged neki mindenkit szerintem. Autót nem kell megjavítani? Nem, nekem nincsen baja. Nálam izé. Akarsz meg akadolni a VP-t? De. Hm? Micsoda? Neked egy kicsit ja, jelzi a bűszerfal, hogy törött, de akkor biztos csak nálam. Mindig le van zárva. Kell egy kis lőszer, még legalább egy 50 kellene. Erre, most már csinálom. Neked ne legyen baja, mert már nincsen. Majd azt a mindenit. Jééé! Ez ki? Nem tudom. Ez mi? Miért került ez ide? Na, ilyen erős az zaj! Ilyen erősen kinyitottad az ajtót! Ez nálad is így történt? Azt a mindenit! Cset, ez mi? Jó napot, jó van? Cset, ki? Jó napot,
Most rögt? A munka kapcsol nem. Ki! Bárki. Csak üzem vagy a grégyben, ja, de van benne. Cseré, mi volt? Akkor csak nálam volt rossz. Az én szemembe volt rossz. Te tudod haza az utat? GPS nélkül? Persze, igen. Nagyon jó vagy. Hát már pár százszor fölvittem meg lementeni. Mi? Merre vagy csak? Ki ez a kopasz csávó? Egy 50-et hozol még nekem, akkor az elég, kösz. Hozok. Katalizátorokat loptok. Ezt nektek. Így kell nekem is tudni. Ez a táska, ez amúgy óriás itt a hátamon. Kék autóval mi állunk az út szélén itt a... Ja igen, itt vagyunk, mert itt van sok autó, milyen vagyunk. Kilestük. Hova lettél? Mi? Itt vagyok. Hova lettél? Kukkultam. Na várjál, feltankolnak. Kösz, iszok. 4 év után. Ú, kaptam itt mindent. Minden. Nem kéne meghalni. Mártunk vissza. Drózzál is. Jó. Adtam mindent. Jól leszóljak valahol, mert ez az autó úgyis kuka. Füstöl, mint a barom. Jaj, de lag van, mi ez? Torlaszoljak valahol, mert ez az autó kukba, úgyis. Nem tudom. Hozhatnák már, nem? Nem, hogyha esetleg nagyon puskolnak, akkor majd bőtem. Ja, nem, mert van golyóálló mellé, úgyhogy nem kell adrom. Jó lenne valami izgalmas legyen. Ne tegyem így az út közepére. Nem. Hát kuváltás? Hát most még nem kell, még a rendőrök most... Hát most szerintem ezek után fognak ránk szállni. Addig tart, hát még ez az RP lemegy. Járpán. Lehet 10 perc is, lehet fél óra is, óra is. Húzzák az időt direkt szerintem. Nézd már bele ebbe az autóba. Jó. Nem húzzák az időt. Csak kizélyen... Szállják ki! Kalorodás van náluk, már a... Tehát feltetkezik ezt állják. Szódós bemagyarázik a rendőröknek. Szállok, megnézem a kesztyűtartót. Ott veszekedett a kapitány úrra. Szállok. Adrenalin találtam! Kiveszem a csomagtartóból. Ah, ez meg jól jöhet. Van itt nyilakocsból. Én vagyok vele. Ugye bele kell nézni, sosem tudom. Ja, bármi lehet benne. Stégen, mi van, amit vettem? Voltunk tegnap a Nikivel, Gergő. Nem, Petszállni, csak kim voltunk a Stégnél. De megvan még, majd megyek Petszállni. Idén még nem jutottam el. Hát, jöhetnének már. Tudom, mi van amúgy. Wolf, látsz valamit? Semmi mozgás. Helikopter is lent van az úton. Nem alakták a szakmáj. Itt egy bazdal. Az, aki verpésztünk srácsal. Abból elég. Kaszinóba. Éjfél után. Egy vár. Hallott kobrasz? Mizu. Mennyire szerint állod? 150. Hátok. Miért? Itt egy rózsaszín. Hova kell lenni? Hát ne ettél, kiiktatok mindenkit. Itt előttem, itt vagyunk gyűjtél. Nálam 150 lőszernek kokain van. Bányál, hogy... 4 rózsaszín. Nálam 40 lőszernek. Az én vagyok. Az igen. Jöttem, vagy az okot Toyota, vagy mi a penel? A 40 lőszernek. Én. Mennyi lőszernek? Patek. Discordon is van nyereményjáték chat. Nitrót lehet nyerni. Gyertek. Köszi Tibor. Kalmán itt vagy? Hát sose hozzák, Cset. Már megöregszünk itt.
komolyan mondom, az a te kocsid volt, Dávid. Na, akkor félgyújtottam volna, ha ezt tudom. Na, milyen gyász van? Nem tudom, mikor jönnek már, biztos, hogy szállítani fogják, ezt mondta. Nem tudjuk, mi van. Alex? Mit mondasz, Mika? De lesz szállítás, feket elhozzák. Tudod, miért van süket? Nem mondom ki, hogy miért. Tudom, miért van süket, mert nem hallasz jól. Nem időhúzás, ők is elhordultak. Hát ti is tudjátok, hogy egy kihallgató serpén sok idő lehet. A helikopter elindult a börtön fel. De nem abba hozzák, ugye? Nem, csak felszállt az útra. Köszi Bertalan, felírlak. Csak tényleg tisztán. Felírlak a nyeremény játékra. Mindenkinek egyenlő esélye van eddig. Majd ha tisztelt, hogy elmondta a sofőrje helikopternek, akkor mehet rá elég, jó? Vettem. Krisztián, te. Gratulálunk, Krisz. Dobra. Bizu. Tudod, ki őrzi a Lukas tojást? A Lukas tojást ki őrzi? Nem tudom. A szalagálás, már készül. Tojáslikőr. Még nem hallottam, nagyon jó. Tojáslikőr. Úristen. Ezt ma hallottam, én is. Ez olyan, mint hogy a nőgyógyász, a Lukács. Micsoda? A Lukács a nőgyógyász. Én ezt is hallottam. Ez egy állat. És ki az abszolút szegény? Na? Aki család fel van tüzel. Tiszta célpontnak mehet, jó? Helikoptert nézzük. Nem kéne közel menni a börtönhöz. Hol van? Kiszállok. Felettünk. Helikopter hol az, hogy felettetek? Itt van a börtönhöz közel a helikopter. Felétek, lőjétek fel. Jó, szép volt, adtuk neki. Na, hát nehogy már. Itt a heli fölöttünk. Együtt ahogy kell a heli fölöttünk. Most már érezzék a törődést. Ja. Péntek, nyugodtam. Összett az ő. Jó, ki nem tudom lőni, mert én pont vezetek. Az a baj, hogy ne akarok. Jó, ne közelítsük meg, nézzük meg. Ja. Hogy maradjon a helyen, ott van, közöttek valakiből. Mindenki szorosson. Adtuk neki azért. Most lehet lőni a helit, vagy nem? Igen. Lehet, tiszta a célpont, akkor igen. Menjünk el mindennyien innen a bányát, nem szó, nem fog összeállni. Megy elfele tőlünk. Itt jön vissza fele. Sofőr kell tőlünk. Jó, elfele megy. Zuhan? Nem. Azt hittem. Állj, nyitom innen, az a baj. Azt hittem zuhan csak. Zuhan a heli? Nem csak bogaras. De a városba. Írt egy zenét? Küldd el, azt meghallgatom. Csak nem ismertem fel az autót, mert úgy néz ki, mint egy. Nem, sos. Nem bőt. Jó, adtunk a helinek legalább. Az jó volt. Egy taknyos varjú. Fifi is a szószú. Mi van? Van TikTokon. Én nem tudnátok, hogy néz ki az autó, de nálam most sem baj nincs. Úgy néz ki, mint egy taknyos varjú. Taknyos varjú. Tehát vasárnap lesz stream, jó? Nekem a mögöttünk lévő olyan. Annak kereke sincs nálam. RP stream. Tegnap chase-tünk, amúgy az is jó volt. Érik a szőlő. Érik a szőlő, hajnak a messze modora nevele. Két szegény arra szántani menne. De nincsen kenyere. Hát de van, mert vagy ma. Gyertek ide, srácok. Miért? Ott beszélgetünk. Hát jó, nem vagyunk kíváncsiak rátok. Nem akarok veletek beszélni. Nem vagy kíváncsi rá. Nem. Mi? A ketten ülünk az autóban, én sorolunk meg alapból a feltételezés, hogy egyedül nem kíváncsi rátok. Én sorolunk meg kíváncsi. Mi? Nem baj, Bika. Semmi. Menj vissza. Engedd el, Bika. Adjuk. Engedjük el. Jó, van, oda megyek. Csak hogy érezd, hogy szeretlek. Jaj, Istenem. Mennyi lőszerünk van? 100. Fogy. Nagyon a lőszer.
Ez így nem lesz jó. Hát nem hiszem el, hogy nem hozzák már őket, évekig kell várni. Látod. Ne. Szenvednek bent. Jó volt, de legalább kettőt elengedtek. Jó, hogy nem engem bittek ja. Be. Hú, én voltam ja. Az egyik. Na, és akkor mennyi csekket kaptál? 3500. És mi volt a vád? Illegális emberekkel való mozgás. Ja, és nem a fegyvered volt? Bizonyítani. Volt, csak megkérdezték, hogy volt, azt mondtam, hogy nálam nem volt fegyver. Mondom, én nálam semmi nem volt, én csak velük voltam. Na, jó van, akkor király vagy. És akkor így, hogy körülött emberekkel mászkálok, meg ilyenek, ezért kaptam egy izét. 3500-ös csekket. Jó, akkor jó, olcsó megúsztod, ja. Hát annak ja, tegnap... kapott egy 100k-s csekket. Fasz, igen. Én tegnap egy 20-asat. Ezt ki sem fizettem. Azért belénk jönnek azt egy kocsában. Azt én sem hát a 60-es és szerintem van egy 60-es. Hát azért. Ja, van taxi frakció csak amúgy. Ezt elfelejtettem mondani. Van 100-ezer, hogy ugye a taxisok is nyomják nagyon. Mondom, hagyjon már békén. Kész a bundás kenyere. Biztos, hogy nem fizettem ki nekik. Nézd, hogy az elég. Lázom, hogy én kamatozni fogom úgy. Kamat. És drága. Szétlőttük és elment a heli. De a miénk? Ja. Wolf, a miénk megvan? Ha meg vagyok. Jó, király. Tős egy sarkán volt egy kis kopak tanács, nem tudom, meg várnak. Majd live után eszek, és nem csámcsolok nektek. De köszönöm. Taxisok, nem illegálisok, tényleg taxisok. Azért most érdekes, a kaszinód is tépézve volt, taxiznak is, szerelők is vannak, rendőrök is vannak, most az illegálnak kéne. Rajtunk kívül megerősödni amúgy. Jó, ezt leader chatben megbeszélték amúgy ezt a 100k-s csekket. Köszi Niki, köszi, aranyos vagy. Rendőrkapitánnyal beszéltem, de ez normális. Ma lesz szabadítás, igen. Hogy hívják a rendőrkapitányt? Fú, azt nem mondta. Nem Rikinek? A rendőrkapitány. Aha. Hú, várjál, ő... Tudom, azt akartam mondani, semmit teszem be hirtelen. Még tudom, már ha találkoztam vele többször is. Nem mutatkozott be a kis aranyos? Amúgy utoljára, amikor ilyenre vártál, szőbontás lett majdnem. Picit, tényleg? Ramirez! Jééé, az a bolond! Tudtam, hogy Székesziát helyét ő vette át. Ó, vágom a csávót, vágom! Egyszer lelökték a tóba. Nem tudom. A lefújentések a szemem előtt lökték le. De nem halt meg. Ez a fehér ruházat, nem? Ja. Kis hű, vagy valami hasonló nincs. Hello Zsolt, csőcső. De mentősök is aktívok amúgy. Hogy ismerek-e valakit, vagy bármi, hogy adjon valami kedvezmény. Király, király, azt mondta a rendőrségem, hogy nyilván. Nem. Szokták így csinálni, hogy információt mondasz, akkor kapsz egy kis kímélést. Ja, nekem nem szeretném. De emlékeztem, én nem kaptam az ékes legmag. Kamu temetésem volt. Hát mondtam én, mondasz egy információra, akkor kímélik a számláidat. Egy 5000-es számláért. Mondtam volna az olaszokat. Olaszosan! Most az 5000-es csekk kétszer elmegyek a... Cigulosan járom a világot. Párom nem találom, nem. Sohasem. De hát a 100 000 coinos büntetés az ő szerintem. Meg ilyen 60 000-eseket adnak bankrablásra, nem ilyen. Bankrablásra börtön jár, nem büntetés. Én lennék a rendőr, mindenkit becsuknék. Jó, azt különöm. Főleg tüdeszt, beraknám örökre. Jó, azt hiszem, örökre. Azt hiszem, örökre. Persze. Hello. Jön egy kocsi. Sanyi, holnap lesz 100 forintes is videó. Mi történt az a székelyel, hogy ez a Ramirez vette át a helyét? Hát megöltem. Az igen. Persze! Muszáj volt, nem bírt magába. Lassan te sem bírsz magad. Hát lassan, nekem is levadám. Mágus, a 24 hónapot, 2 éves lettétek is szuki. Köszi. M3 kompa, mi vagyunk. Köszi Mágus. Akkor már értem, miért mondták azt, hogy kötözött személyekkel voltam. Kiszálltak. Itt bánya a bevezető. Ezek voltak, amit mondtam, hogy jönnek. De jön, megyünk?
valami emberekkel. Tényleg, én nem diázoljak, aki megölt. Tényleg. Köszi Májt a 20 hónapot! Köszönöm szépen. Kért a szerelni. Kinek kell szerelni az ön, de az izé menni. Mit csináltok? Mit csókolóztok itt? Ilyet Doriot? Amelyik garázsnál? Oké, oké. Na kezdünk már, vagy mi lesz? Az ki? Valami kocsit kell még szerelni. Szerelő. Itt a szerelő. Nem megyek, megyek. Benizes. Ez most kereket szeretnénk, uram. Mizubika, jó vagy? Számítok rád, jó? Van, valami, neked kell a legelőször meghallni, hogy a baj van. A rendőrség helikopta meg állam. Na jó van. Rendben? Te rád számítok, hogy az életedet adod, értem. Ja, Istenem már. Na, indulok! Indulunk! Megyünk, megyünk, mindjárt, hogy elindultak. Elindultak, cseh. Elindultak valamiről a park fele. Elindultak, szurkoljatok! A szerelőt azt meg küldjétek el, hogy ne, ne itt legyen. Gyerünk, csak nem halunk meg, van két autó, akkor van spekelünk. Akkor spekelünk, ha van valami baj. Kiírták. Rapszállítás, rajlik a rapszállít a konvoj, és annak 400 méteres területet megkezdett egy tilos. Aki az... Ijedd meg, Kály el fogja dobni a kanalat megint. Dehogy is, ő de fog életbe maradni. Így van, mi kezdtem a kobrába van. Na kobra Kály. Így van, én kongolok. Egy autóba ülünk. Kály meg a kobra száll dobni. Kobra Kály. Egyesítettük erejéket. Két autó, harmadik a riót, hátok megjött négy autó. Hello. Új vagyok. Hello, nem köszönjük szépen. Hagyj el a helyszínt, mert baj lesz itt, uram. Köszönjük a segítségét. Minden jót! Ma hívunk egyszer taxit, csak ezt is kipróbáljuk majd, ez jó! Az olajfinomító, ugye az Isten. Arra mindig meghal, nem baj. Akkor legkeleti be hozzá ki valószínűleg, nem? Akkor azok a dinó felé fognak jönni, nem? Aha, jaj, arra van. Dinó felé, ja. Menjünk a dinó felé, gyertek innen a börtön mellő. Négy vagy. Igen, Mizu. Újra kellett nézni. Mondjad a számot. 2-19. Mehér, off-road-a, mi vagyunk? Köszönöm szépen. Ha. Azt mondja, akkor a bizony. Ezt láttad? Ezt láttam, én is láttam. De láttam. Cső Oliver. Adunk nekik most. Adunk nekik. Cset, adunk nekik. Lassan, az egyik útnál vagyunk. Fogok lőni, mert látom a célzomat. Lőj egyet. Akkor próbáljuk meg lefegyverezni, vagy... Nem, hát lőni fognak fixen, mert helikopterre állítunk. Persze, így van. Kongoljon, öcsi! Kongoljad! Előre szólok, hogy elkezdem a kongolni, akkor nem tudom befele előre. Jó, oké. Riadtak a kerekeit, próbáljuk. Benzinkút mellett vannak. Melyik benzinkút? Én benzinkút. Nem itt van a dinó hátam ugye. Dinó benzinkút. Hol van egy benzinkút? Jó is. Azt mondjuk be menjek. Előttem menjek. De amúgy elég, hogyha lerakjátok a kesztyűbe a és visszakivettek. A dinó útján mennek, lefordultak jobbra, szóval ott fognak menni a kis út. Jönnek. Már hallani a szirénát. Élőttem egyet tesztén. Zsanakod az NFS-ből leállt. Most megint a maradék beállnak, most így. Jó, jó. Miből? Vagy pörögve. NFS, M3. Viszont elzóból csak oldalra, arra figyeljetek. Ebből lőhetünk egyébként lámmel. Ugratni bíjból? Az, na, abból nem. Hátrafelé nem lehet azt hiszem abból. Nem, be lehet lőni, maradni. Olajfinomító, mindjárt ott vannak a dinónak. Figyeljetek, pontos infókat csak, jó? Kösz. Jönnek, 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 itt vannak a kanyarba fiúk. Kezdenek. Jönnek. Lehet. Elég sokan jönnek, 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 jönnek. Harmadik autó, jó. Lőjed, lőjed, lőjed. Egyesek. Jött megy tovább. Örünk. Riot, riot, riot. Mögöttünk jönnek, figyelj. Jó, megvan, rendőröket, mehet. Mehet.
a dombon ott van fent egy kettő. Fent dombon kettő autó, figyelj, figyelj. Bánja. Egy locsi. Ne szállj még ki. Ja, felől jön egy. Kapja. Látok itt a riadban, hogy van egy időmből. Abba mennyi kell? Ne hagyjuk ott a riadot. Kettő van. Védjen körbe, jó? Menjünk, arab! Fakker arab meghalt, de azokkal mennyi kell belejük a búgy? Hatton, heten. Kim van keletén. Arab, azt hittem nem megy, aztán közben meghalt már. Na mindegy. Figyelzatok fent, vannak hatan vagy heten. Arab, itt nézem, hogy mit csinálsz! Azt mondják, hogy fejezzük be és abba hagyják, hogy elengedik őket. Na, jó van, elengedik őket. Na nem baj, de ott mennyit lőttünk bele arabba, nem? Hogy nyomjatok egy twittert. A tűzszünet nekik is. Nagyon lőnek. Jó, elengedik. Dombról! Viszont láttátok, hogy mennyit lőttünk bele? Azt ti is láttátok, nem? Tűzszünet! Menjetek fel! Még mindig élel! Ezzel fő nem megyek! Tűzszünet, srácok! Tűzszünet! Tűzszünet és elmegyünk! A két tárt a fejébe lőtti! Én is, Lucky! Majd nézd vissza! Tűzszünet, jó, hát megadják magukat. Mi meg meghaltunk, de nem baj. Nekem meg van feka! Tűztől az Audin. Itt egy rendőr heli felettünk. Odaadják szerintem fekát. Meg a másik rendőr. Elmegyünk autót cserélni. Azt mondtam. Istenek. Na viszont most mint a kevesebben lettek volna. Hát igen, igen, igen. Sokat vártunk az egy perc. De legalább jó volt ez az rendőrökkel, amikor jöttek, üldöztek minket, csak hogy a kihallgatásra várni kellett. Gyerekek, lőnek! Nagyon lőnek még! Jó, akkor lőjetek vissza. Fent vannak hatan vagy heten a domtető. Rendben. Lőnek még mindig. Jó, hát akkor oké, hogy ki fogják lőni őket. Köszi Ákos! Fölírlak, nem sokára sorsolás. Feka nyerte! Egy kong! Köszi Ákos, írtalak. Elhagyják a rendőrök a helyszínt, srácok, most rádióztak be nekik. Elhagyják a helyszínt. Na lőjetek. Lőnek még mindig. Lőnek. Itt az RTF-es bolid. Egy halt. Nem szerintem ez így jó volt, hogy csak nem eszebb admin, mert hogy az elején megengedtük, hogy kihallgassák őket, elkapták őket. Most és akkor itt kezdtünk el rájuk lőni. Szabadítás. Lőnek még? Viszont nem annyira egy jó való. Darának. Folyamat lőnek még föntről. Kártok, mi adjuk abban a rövét, most rádióznak nekik folyamatosan, hogy ne lőjjük. Ugyanúgy lőnek amúgy. Folyamat úgy rádióznak nekik. Egyfolytában nyomja. Mi most is jött? Ja, egyfolytában lőnek, tőlünk nem is jön lövés, tőlünk egyfolytában lőnek. Rendőrök lőnek egyfolytában lőnek. Egy táska vagyok. Sőt, egy táska vagyok. Hegyen lőnek ránk, geci. Ja, a hegyen lőnek. Most is lőnek a dombról. Aha, ott meg elég sokan vannak még! Nem, nem, Sanyi. Köszi, Gábor! Gábor, köszi, köszi! Cset, nagyon sokan vannak. Na, ott esnek. Na, mindjárt fő. Két a mentős. Gyertek már fel a hegyre, Gerti, hát mi a fasz csinálunk oda bent? Hát ott vannak a hegyen még páran. Rendben Ákos, köszönöm szépen, ha te nyersz újra sorsolom. Köszönöm a felajánlást és a támogatást. Új grafikát fogunk a pénzből, a donétekből fizetni, jó? Majd látjátok, köszönöm a támogatást. Ott a tüdesz van, nem? Szépostoki, de hallod, mi nem haltál, 8-szor lőttünk beléd, mondd el a titkod. Kilőtték a kerekem. Viszont jó, hogy ilyen sokan vannak a rendőrök is. A riotba lehúzták az ablakot. Feka most mondta a kocsiból, a riotból, hogy náluk van 2000 lőszer, meg csomó fegyver, szóval addig ne engedjük, még nincs. Most már a riot is belőhető, mert egyik kidugta a fegyvert. Ott harcolnak. Igen, jó, lelőtték. Jó. Lelőtték. Ott estek fönt, az szép volt, azok tüdeszék, nem? Jó. Nagyon szép. Ott az elintézték őket. Egyek rájuk. Nem tudom megölni a csávot, ha összeesik.
Hát, azt tudod, de... Én jövök fel a hegyre. Ott, Dino, ott a hegyen, mert... hegyen, kilőtték őket. De este, de akármennyi fejes lőtt, neki nem hal meg. De benned aláján a helikopter megint. Marshall Roland dölt meg mindkettőnket. A hátsóra ráfutott. Szép volt. Jó, hát azért hullottunk mi is szerintem, de... Mi vagyunk az úttal. Ja. Viszont örülök, hogy ilyen erős a rendvédelem. Ott ki van? De egy rendőr van. Most. Cső Norbi. Nem találnak engem. Nem jön fent Black hegyen. Nagyon sokan itt vannak gyerekek. Jövök. Még vannak egy jó bánom. Nem, vannak még. Nem, tiszta. El kell mondani, aha. Azt ott nagyon sokan vannak, tényleg. Hol? Kihez beférek, srácok? Valóba beférek? Hol vagyunk? Hallod? Alig maradt van autóm. Van autóm, Tomika. Visszéden Dino mögé. Srácok, nagyon sokan vannak. Én gondolom, hogy izé. Dén, te jelsz még? Oda. Hol vannak még? D? Minden rendben, valaki felment a hegyre, nem? Erik, gyere a bolithoz, létszi. Ha, még itt vannak, hárman.